2014. október 12-e önkormányzati választásokat tartottak ma Magyarországon, és amennyiben a következő órákban velük tartanak, úgy figyelemmel kísérhetik marcali, illetve a környékbeli települések választási eredményeit. Köszönti Önöket a két műsorvezető, Horváth Eliza és Fekete Tamás. Szervusz Eliza, köszöntelek itt a stúdióban. Természetesen nem csak az eredményekről, a rész, illetve a végeredményekről fogunk beszámolni Önöknek, hanem nagyon sok a választáshoz kötődő, a választáshoz kapcsolódó egyéb érdekességgel, ténnyel fogunk Önöknek szolgálni, és reméljük, hogy egy nagyon izgalmas és tartalmas estének nézzünk elébe. Eliza, szerintem nézzük át elsőre, hogy mi is lenne a mai ajánlatunk a kedves nézők számára. Jó. Hát először is az utcaembere. Különböző szavazókörzetekben kint jártunk, és megkérdeztük az itt lévő embereket, hogy mi a véleményük a szavazással kapcsolatban. Vendégünk lesz a helyi választási iroda vezetője, Bőtönyé dr. Molnár Irén, akivel természetesen inkább a választások hátteréről, a választásokkal kapcsolatos technikai dolgokról fogjuk kérdezni. Ezután következik Móring József Attila, országgyűlési képviselő, a Fidesz-KDNP-től. Természetesen őt is a választással kapcsolatban fogjuk kérdezni, hogy hogyan látja a dolgokat. Stúdiómba várjuk a bejutott képviselőket. A ma este folyamán ugye nagyon sokan győztesek lesznek, és reméljük, hogy közülük minél többen stúdiónk vendégei lesznek. Velük természetesen a jövőről, a következő ciklusban a feladataikról, illetve a terveikről fogjuk őket kérdezni. És hát műsorunk csúcspontjaként a győztes polgármestert fogjuk üdvözölni stúdiónkban, akikkel a jövőről fogunk beszélgetni, hogy mik a következő tervei, lépései. Ezekkel várjuk tehát kedves nézőinket a mai este folyamán, de mielőtt belevágnánk a programba, engedjék meg, hogy néhány alapadatot a választásokkal kapcsolatban ismertessünk. Egy kis statisztika. Tehát marcaliban 12 körzetben 3 szervezet állított képviselőjelöltet. Ezek a Fidesz-KDNP, a Marcali az Otthonunk Egyesület és a Jobbik Magyarország párt. Polgármestert 2 szervezet jelölt, a Marcali az Otthonunk dr. Sütő Lászlót, a Fidesz-KDNP pedig Kisdörnyei Lászlót indította. Így van, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas este következik. Vágjunk is bele a programba, és ha jól hallottam az információt, akkor már stúdiómban tartózkodik Bödöni dr. Molnár Irén, a helyi választási iroda vezetője. Át is adnám neki akkor a helyet. Köszönöm, Eliza, veled még találkozunk. És akkor kérem szépen a jegyző azt mondta, hogy legyen kedves. Jó estét kívánok, kezdjük csokolom. A következő ügyben, következő dolgokat szeretnénk megkérdezni Öntől. Én gondolom, hogy legalábbis remélem, hogy olyan kérdések lesznek, amik a választópolgárokat, illetve a tévénézőket is érdeklik. Jegyzőasszony, alapból mindig felvetődik a kérdés, hogy ezeken a választásokon történik-e bármi rendellenesség, bármi szokatlan dolog, bármi olyan, ami nem várt eseménynek minősül a választás során. Szerencsére nagyon törvénytisztelő választópolgárok élnek a városban. Természetesen mindig kisebb apróságok elő szoktak fordulni, de ebben az évben az helyi önkormányzati választáson olyan mérvű, olyan súlyú szabálytalanság nem volt, ami a helyi választási bizottság elé került. A nap folyamán olyan apróságról volt tudomásunk, hogy két szavazó helység előtt 150 méteres körzetbe került kihelyezésre tábla, de ezt figyelmeztetést követően az érintett szervezetek beszedték, úgyhogy ez kampánycsendsértés miatt nem is került bejelentésre, egy rövid ideig volt tapasztalható, és nyilván mindenkinek az a célja, hogy törvénytisztelő módon zajlódjon le, vagy történjen meg minden településen a választás, és úgy gondolom, hogy ez sikerült is a marcali polgárainak és a jelölő szervezeteknek is. Ezt örömmel halljuk. Esetleg a korábbi cikluson, vagy a korábbi választásokon voltak azért olyan esetek, amikre nem szívesen emlékszik vissza? Nagyon ritkán, én régóta csinálom a választási munkát, hiszen régóta dolgozom önkormányzati dolgozóként, köztisztviselőként, jegyzőként nem annyira régen, de néhány választást már jegyzői kinevezéssel is végigcsináltam. Én úgy gondolom, hogy Marcali azért általában arról volt, vagy arról jegyezhették meg, hogy nem volt nagyobb botrányokról híres. Apróságok mindig voltak, illetve hát mivel országgyűlési körzetközpont is a város, így a nagyobb
több települést érintő választások alkalmával azért előfordultak ilyen kisebb bejelentések, de úgy gondolom, hogy ezek elenyészőek ahhoz képest, amelyek a nagyobb településeken elő szoktak fordulni. Jegyzőasszony, azt gondolom, hogy az ön munkája nagyon sokban a statisztikákban merül ki. Egy picit most ezekről a matematikai tényekről faggatnám. Részvételi arány és minden egyéb számadat, ami a választópolgárokat esetleg érdekelheti. Marcellinban és a ide tartozó városrészekben is közel 12 ezer ember él, ebből a 12 ezeres számból 9930 fő az, aki választójoggal rendelkezett, tehát ezzel zártuk tegnap délután 4 órát követően a névjegyzékeket. Ebből a 17:30-os adatunk az utolsó megjelenési szám, hiszen jelenleg is zajlik a feldolgozás, tehát nem tudok még végleges adatot mondani Marcali város megjelenési arányára, ez várhatóan 9-10 óra magasságában szerintem végleges lehet a feldolgozottsági arány, illetve a megjelenési arány tekintetében. Nem volt olyan mértékű a megjelenési arány nálunk sem, mint a többi településen, így átlagban. Tehát nyilván ettől voltak eltérések, hiszen 17:30-os adatnál láttam, hogy a településtől sokkal nagyobb mértékű volt a megjelenési arány például a megyében, tehát a megyére 43%-ot hozott akkor a magyarországi térkép a választási iroda honlapján, amikor Marcaliban még közel 38%-os volt csak a megjelenési arány. Én úgy tippelem, vagy úgy gondolom, hogy ez a 38%-os arány, ugye ez egy 17:30-os adat volt este, ez az 7 óráig, tehát 40, legjobb esetben 41-2%-ra mehetett fel. Ez a 2010-es önkormányzati választáshoz képest lényegesen alacsonyabb mértékű megjelenést mutat. 2010-ben 49%-os megjelenés volt a városban, ugyanakkor az országos adat az közel 42%, tehát akkor fölötte voltunk az országos átlagnak. Értem. Fölvetődik a kérdés, hogy ilyenkor biztos nagyon sok dolgok van a választások előtt. Előkészül egyaránt az irodának, milyen rész, illetve egész feladatai vannak a választásokkal kapcsolatban? Hát egy része az állampolgárok előtt is ismertünk, elsősorban az induló jelöltek előtt, hiszen minden nap velünk találkoztak, a mi munkánk révén lettek, vagy segítettük őket hozzá nyilván a szükséges nyomtatványokkal, hogy ellássuk őket, tehát hogy a feltételeket tudjuk produkálni. Az önkormányzati választással kapcsolatos első feladatunk az márciusban volt, akkor kellett megállapítani a képviselőjelöltek számát, hiszen a 10 000 fölötti településeken vegyes választási rendszer van, tehát képviselőket 8 egyéni választókerületből választ a lakosság, és 3 fő kerül be a törvény szerint a kompenzációs listáról a képviselőtestületbe. Jegyzőnek feladata, hogy ezt állapítsa meg, és ezzel egyidejűleg alakítsa ki a választókerületeket is, a körzeteket is. Tehát ennek tettünk elsőként eleget, miközben készültünk ugye az országgyűlési választásokra április 8-ra, majd május 26-án volt az Európa Parlamentünk, és még talán azt is megemlítem, hogy volt egy időközi választásunk is ez év februárjában, tehát gyakorlatilag a negyedik választást csináljuk ebben az évben. És ugye a köztársasági elnök úr, amikor kitözte a választásokat, azt követően augusztus 25-e volt az az első időpont, amikor találkoztak velünk a jelöltek, hiszen a választási iroda feladata volt az, hogy kinyomtassa az ajánlóíveket, a megfelelő nyomtatványokat rendelkezésre bocsátottuk mindenkinek, akinek erre szüksége volt, a jelölő szervezete esetleg nem tudta biztosítani, majd pedig a jogszabályi határidőt lejártával, legkésőbb ugye szeptember 8-án 16 óráig lehetett ezeket leadni, tehát ezt követően mi ezeket egyenként átvizsgáltuk, és ennek az eredményét, a számítógépes rögzítés eredményét tártuk a helyi választási bizottság elé. Bizottság az, aki az elvégzett munkánk alapján dönt, illetve döntött az egyes jelöltek, jelölő szervezeteknek a nyilvántartásba vételéről, és az ehhez szükséges valamennyi adminisztráció, tehát a határozathozatalok, azoknak a megfogalmazása, segítése a bizottság számára, illetve a választási informatikai rendszerben ezeknek az adatoknak a berögzítése, ez a helyi választási irodának a feladata. Ez mindig csapatmunka, tehát ezt nem a helyi választási iroda vezetője végzi egyedül, egy elég komoly tím az, aki a választásokban ma már rutinnal
rendelkezik, és ezt együtt csináljuk, tehát most már szinte egymásra nézünk, és tudjuk, hogy a munka bizonyos szakaszát ki az, aki végzi, másik szakaszát ki az, aki befejezi. Tehát egy csapatmunka, és ez tart egészen a választásoknak a jogerős eredmény megállapításáig. Na igen, bocsánat, hogy közben válok, ez lett volna a következő kérdésem, óhatatlanul, ugye, hogy előtte, akkor utána milyen egyéb teendők vannak? Igen, hát ugye a mai éjszaka folyamán a Marcali Városnak az egyéni választókerületi, a polgármester, a megyei listás jegyzőkönyveit mind a 12 szavazókörből begyűjtjük. Továbbá a Róma Nemzetiségi Önkormányzati Választás 3 jegyzőkönyvét, és ezen kívül ellátjuk az ide tartozó kelevizésávói települések választásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Ha ezeket a jegyzőkönyveket valamennyi választási bizottság rendben átadta számunkra, mi kétszer leellenőriztük őket, akkor ezeket még el kell juttatnunk a területi választási irodához, Kaposvárra, és hát valamikor az éjszaka folyamán fog befejeződni az a munka, ami ma reggel gyakorlatilag 5 órától folyamatosan zajlik, majd szerdáig, amikor szerda vagy csütörtök 4 órakor, attól függően, hogy mai éjszaka, tehát a mai napon, vagy holnapi napra átcsúszva állapítja meg a helyi választási bizottság a szavazás eredményét, tehát egészen a jogerős befejezés az ennek függvényében szerda vagy csütörtök lesz, és ezzel az időponttal még egy másodszori ellenőrzést is kell végeznünk a benyújtott anyagok alapján, tehát egy számszaki berögzítést az informatikai rendszerben, és gyakorlatilag azzal fog befejeződni a munkánk. És majd 90 nap múlva lesz egy másik, amikor pedig az összes választással kapcsolatos valamennyi iratot meg kell semmisítenünk, tehát még arról kell gondoskodnunk, hogy addig őrizni és megsemmisíteni. Ez úgymond a végpontja a tevékenységnek. Ez a végpontja, igen. És még egy kérdésem lett volna, de akkor részben válaszolt is rá, hogy örök visszatérő kérdés sokszor még az utcaemberétől, a laikusoktól is, hogy mit csinál a bizottság, mit csinál az iroda két választás között. Van-e valami egyéb feladat még ezeken kívül? Ugye két különböző szervről beszélünk, a helyi választási iroda az gyakorlatilag a közös önkormányzati hivatal, a polgármesteri hivatalnak a szakaparátusából áll, csak választáskor másként hívjuk, és külön esküt tesz a köztisztviselő, aki ebben részt vesz. A helyi választási bizottság pedig az a szerv, aki megállapítja az eredményt, dönt a jogorvoslatról, ha van ilyen, dönt a kampánycsendről, csendsértésről, hogyha van ilyen. Ők az önkormányzati választás napján dolgoznak, illetve amikor jogerőssé válik az eredmény, akkor a jogerősítésnek végül is a ledokumentálása a feladata. Abban az esetben, hogyha egy településen nincs időközi választás, tehát ha nem esik ki egyetlen egy képviselő sem, nem mond le, tegyük fel, nem kerül olyan helyzetbe, hogy összeférhetetlen lesz, nincs bírósági ügye, ami miatt elítélik jogerősen, és emiatt összeférhetetlenség miatt esetleg megszűnik a képviselői megbízatása, akkor valóban nincs a következő választásokig teendője a helyi választási bizottságnak, csak akkor van, ha időközi választásra kerülne sor az előbb elmondott okok miatt. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna kérdezni, de ha megenged még egy gyors gyakorlati kérdést. A választás.hu-n szereplő adatok már véglegesnek tekinthetők? Hát gyakorlatilag igen, ugye jogorvoslat függvényében nyilván ezt hozzá kell tenni, tehát úgy végleges, hogy ami abban a rendszerbe bekerül, tehát azokat az adatokat hitelesnek, elfogadottnak kell tekinteni. Ezen csak akkor lehetséges matematikailag változtatás, ha az eredményjegyzőkönyvet bárki egyébként megtámadhatja, és hogyha ez végigmegy a jogorvoslati rendszeren, tehát egész bírósági szakig mehet ilyen esetben az eljárás. Köszönjük szépen, csak azért kérdeztem meg, mert időközben kaptuk az információt, hogy a nézők is láthatják, hogy vannak végeredményünk, tehát 100%-os feldolgozottság a választás.hu alapján, ezért is kérdeztem meg. 6-os számú választókörzet, győztes Varga Zoltán 43,8%-kal, és így van, közben látom a monitoron is, és a 7-es számú választókörzetben pedig Mozsárné Kutor Veronika 46,56%. százalékkal. Tehát ők már akkor győztesnek tekinthetők. Igen, annak tekinthető gyakorlatilag. Köszönjük szépen, jegyző asszony, a rendelkezésünkre állt. További jó munkát és sok sikert kívánunk, és biztos egy mozgalmas éjszakájuk lesz. Igen, köszönjük szépen. Kedves nézőink, a helyi választási iroda vezetőjével, Bödöné dr. Molnár Irénnel láthattak egy rövid interjút, amiben választásokkal kapcsolatos
dolgokkal kérdeztük. És most kapom az információt, hogy még a hetes körzetről valamit fogunk kapni, egy táblázatot fogunk tudni mutatni, ami már végleges, közben erre várunk. És így van, tehát amiről az előbb beszéltünk, tehát hetes számú egyéni választókörzet, Mozsárnék utor Veronika, Marcali otthonunk egyesület 46,56%-kal győztes. Nagyon szoros küzdelemben Kis Kálmán a Fidesz-KDNP jelöltje a második helyen van, 45,19%-kal, és 8,25-tel Horváth Szabó János a Jobbiktól lett ebben a választókörzetben a harmadik, akkor ez már végeredménynek tekinthető. Gyakorlatilag igen. Edző asszony, köszönjük szépen, hogy velünk volt, még egyszer további jó munkát. Köszönöm szépen. Köszönjük. Az egyes szavazókörben 1050-en jogosultak a választásra, és ebből körülbelül 94-95-en szavaztak. Várhatóan még hányan fognak jönni? Hát reméljük, hogy minél többen, délután várjuk még a nagyobb létszámú szavazást. Rendben zajlott le minden, nem volt semmilyen fennakadás. Én úgy gondolom, mint marcali lakos, hogy fontos az embereknek, hogy elmenjenek szavazni. Reméljük, hogy a szavazat azt fogja lehetővé tenni, ami a városnak a legjobb lesz. És úgy gondoltam, hogy hozzájárulok én is. Igen, 18 éves korom óta elmegyek szavazni mindig. Kicsi helység ez a Marcali, és igazából azt mondom, hogy az embereknek fontos, hogy olyan képviselőt válasszanak, aki ott is van abban a kerületben. Ott is van abban a választókerületben, meg is néz bennünket. És nem évente vagy három évente látjuk a képviselőt, hanem végigjárja, és az embereket keresi meg. Ő megy eléje a problémafeltárásnak, és nem pedig fordítva, hogy a választó megy oda, mert nem is ismeri. Ugye az előző képviselőkre gondolva, egyszer vagy kétszer a kocsmába tartott nekünk, vagy valakiknek egy, hogy hívják, mert az a helység nálunk egy közösségi helység, más nincs. A magam részéről azt mondom, hogyha a régi városi vezetést választjuk, annak a programját ismerjük. Akik pedig jöttek különböző programokkal, igazából egymás ellen kampányoltak, akik meg is kerestek bennünket. Nem tudom, hogy milyen jó programot tudnának adni. Én csak a saját területemből tudok kiindulni, és azt tudom megmondani, hogy mi mit akarnánk ott azon a részen. Mit akarnának azon a részen? Hát jobb utakat először is. Azt mondja, hogy gyakorlatilag a villanyvezetékeknek a föld alá helyezését, ez a Gólya utcára vonatkozik. A bicikli útnak a bevezetését legalább addig, hogy elmenjen ott. Hát ezek csak úgy érintőlegesen valamire szólnak. György Károlynét, a kettes számú választókörzet elnökét kérdezzük választásra kapcsolatos dolgokról. Elnök asszony, volt-e valami probléma mai napon eddig a választás során? Hát eddig nem volt, és hát nem is gondolom, hogy lesz, mert a hagyományok szerint, már nagyon régóta benn vagyok a választásban, nem volt a körzetben soha. Hát nem is szeretném, hogy legyen. Ezt örömmel halljuk. Ebben a körzetben hány jogosult van a választásokra? Hát a választási listán 170 fő szerepel, aki jogosult a választásra. Hát a megjelentek aránya az most olyan 15-20% körül van. Hát reméljük, hogy azért még jobb lesz, mivel végre Bizének is van egy jelöltje, ami még nem fordult elő, és azért abban reménykedünk, hogy többen megmozdulnak, hogy jönnek a választásra. Ön szerint ez a kellemes tavaszias idő mennyire befolyásolja az esetlegesen az embereknek a választási hangulatát, az eljövési arányt? Hát nagyon remélem, hogy befolyásolja, és tényleg ők is nagy számban fognak megjelenni. Azt szeretném megkérdezni, hogy rendszeresen eljárnak szavazni? Igen. Fontosságát érzik annak, hogy lehetőleg mindig részt vegyenek a szavazáson? Hát főleg a helyi szavazásokon, az minket is érint. Rendszeresen eljár szavazni? Igen. Mennyire tartja fontosnak, vagy mennyire érzi szükségességét? Hát ha nép akaratát akarjuk, hogy az legyen, hát akkor meg kell próbáljuk a szavazást is. Ami van, az van.
Ön szerint lesznek-e nagy győztesei, vesztesei az idei szavazásnak? Nem. Nem is vár változást? Nem hinném, hogy lenne változás. Mi a véleménye a kampányról? Mennyire érzi, hogy korrektek voltak? Hát nem szép, ahogy látom, mindenfelé le vannak szaggatva a reklám. Mire számít? Sokan el fognak menni, jó lesz a részvételi arány, vagy esetleg kevesebben? Hát fele-fele. Fele-fele. 50%-ba jönnek, a többiek nem. Néhány kérdést, ha megenged, rendszeresen eljár szavazni? Igen, rendszeresen. Fontosnak tartja, hogy részt vegyen a szavazáson? Igen. Ön szerint az idei kampányban lesznek nagy győztesek, nagy vesztesek? Hát, igen, hát szerintem lesznek, igen. Miért tartja fontosnak, hogy eljöjjön szavazni? Hát miért tartja fontosnak, hát ha lehetőség van, akkor megtesszük, hogy megpróbáljunk találni valami változást, újat. Hát tudom, azt kéne venni, hogy a vezető pártpolitika dönt, úgyhogy szerintem másik nem volt. Önt befolyásolták-e a kihelyezett plakátok, vagy már tudta, hogy kire fog dönteni, szóval nem? Én tudtam, engem nem befolyásoltak. Nem csak helyben, hanem országosan is a magunk jövőjéről van szó, meg a gyerekeinkéről, hogy ne külföldre kelljen menni dolgozni, nyugdíjak rendben maradjanak, a rezsicsökkentés, mint ilyen meggyőződésem, hogy nem oldja meg a problémákat, helyben kell megoldani a dolgainkat, elsősorban. Hát, hogy eldönthessem én is, hogy segítessek a döntésben, hogy a városunk hogyan mozogjon tovább, milyen irányba. És ez szerintem egy fontos kérdés, nem szabad elhanyagolni. Mennyire ismered a jelölteket, és befolyásolt-e a kampányidőszakban a kihelyezett plakátok például? Egyáltalán nem. Ennek én van egy elképzelésem, és azt szerint megyek. Nekem teljesen mindegy, hogy milyen képet tesznek ki, mennyire szépet ígérnek, mennyire jót mondanak, nem érdekel. Az elmúlt 4 éves ciklussal meg voltál elégedve, vagy látod-e, hogy miket kellene változtatni? Hogyne, azon kéne változtatni, hogy egy irányba menjünk most már végre. Tehát ne egymás ellen dolgozzanak a képviselőtestületbe, és szerintem a nagypolitikát nyugodtan kizárhatják a városi vezetésből. Szerintem, mert úgy gondolom, hogy a városunkat nem érdekli azt, hogy éppen ilyen politikai irányzat határozza meg az ország vezetését. Mindig el szokott jönni? Igen, mindig el szokok jönni, igen. Igen. Azért, hogy, hát, hogy ne okozhassak mást, hogy én is hozzátettem valamit ahhoz, hogy talán jobb lesz. Azért. És akkor nem mondhatom másnak, hogy ti szavaztatok, ugye? Mik befolyásolták a szavazásba az országos politikai, a helyi érdekek, inkább esetleg helyi. A gyerekek? Inkább a helyi érdekek, igen. Hát a többsége mind idejön, és akkor úgy gondoltam, hogy nekem is itt a helyem. Igen. Hogy volt megelégedve az elmúlt 4 éves ciklussal? Mit kell változtatni? Sok mindent a városba, vagy meg volt elégedve? Hát kell a változás a városnak. Milyen ötletei vannak? Mit mondana? Mit kell változtatni? Mi a baj? Hát a munkát, a munkahelyeket. Igen, hogy legyen éves szinten az embereknek munkájuk. Mert az arra van szükség igazán, hogy élni tudjunk. A választókörzetben hányan jogosultak szavazni? 1288 fő. Eddig a résztvevők aránya hogyan oszlik meg? Hát a választásra jogosultakból 162 fő jelent meg. És mi várható, hogy hányan jönnek még? Reméljük, hogy minél többen. Addig volt bármilyen fajta fennakadás? Nem, semmilyen fennakadás nem volt. 77 éve vagyok, és Marcaliba születtem, úgyhogy én ismerem a falut, ismerem a népeket, és akkor én is, hogy döntsem el, hogy kit tartok. Hát nem tudom, nevet mondhatok-e? Azt most nem kérünk, köszönjük. Elég szépen fejlődtünk, csak van azért még, amit kellene. Hát például én Bezsenyi utcában lakok, de ezt már többször föltették, nem csak én, hogy azt kicsit én názellem, hogy zsítva, feregyha, szőcsén puszta, meg nem tudom mi, ott mind a két oldalt van járda. És én Marcali Bezsenyi utcában lakok, nincs járda jobb oldalt. Ezt már nagy főtették, csak azt mondják, nincs rá pénz. Ott mennek a kerékpárok,
már én tanácsi lakás volt, az a 8 lakásos, és azt megvettük, és közvetlen a járda udvar a házam előtt. És félek kimenni, kerékpárt kitolni, mert ezek a fiatalok, jobban van, ne haragudjon, én idős létemre kimegyek az út szélire kerékpárra, de azok, mint a villám, mennek a járdán. És félünk, mindig el szokott menni szavazni? Hogy? Mindig elmegy szavazni? Hogy ne, ilyenkor most jövök Isten tiszteletnek mondják, ott, mert én református vagyok, ott fenn a Puskás háza van a templom, és most onnan jövök, és mindig ilyenkor beszoktam minden 4 évben, vagy amikor szavazás volt, mindig beszoktam jönni. Hát nagyon fontos. És miért fontos? Hát azért, hogy változás legyen. Milyen változásokat szeretne? Hát mondjuk, hogy a kórház, meg tehát, hogy jó lenne, hogyha a kórház visszaállítanák, meg hát más lenne minden, tehát hogy jobb legyen Marcali. Miért tartott fontosnak a szavazást? Mindenképpen fontosnak tartom saját magam és a gyermekeim miatt, és a város miatt, hogy eljöjjek szavazni. Mindig el szoktál jönni szavazni? Igen, szerintem nem hagytam még ki soha szavazást. Az utóbbi időben az emberek elfordulnak a politikától. Szerinted ez miért van így? Valószínűleg nagyon sok a magánéleti problémájuk, anyagi nehézségük és egyéb magánéleti probléma, ami miatt lehet, hogy inkább saját magukkal igyekeznek törődni. Vagy sokat csalódtak már a politikai életben, politika miatt. Miért tartja fontosnak a választást? Hát végülis mi döntjük el, hogy kit szeretnénk a kormányba, illetve a városunk élére. Mindig eljön szavazni? Mindig eljövök szavazni. Szerintem egy szavazat is számít. Mi a véleménye a kampányról idén? Hát a kampány szerintem egy kicsit már túl sok volt, úgy gondolom. Miben volt sok? Hát minden nap szórólapokat találtam a postaládába, az újságba, a tévébe, a rádióba. Szerintem mindenki magába dönti el, hogy kire szavaz, és nem gondolnám, hogy ezek a szavazólapok nagy mértékben befolyásolnak a véleményünket. Viszont pénzkidobásnak tartom. Az emberek mostanában elfordulnak a politikától. Mit gondol, mi ennek az oka? Hát az, hogy túl sok hamis ígéretet kaptunk, és belefásultak az emberek. Kedves nézőink, önök továbbra is a TAVI televízió választási műsorát látják. 2014. október 12-én önkormányzati választásokat tartunk Magyarországon. Nagyon sok mindenről volt már szó, eredményekről is beszéltünk, ugye? És még egyszer röviden azok az eredmények, amik a választás.hu-n szerepelnek. Tehát ugye a bejátszás előtt már beszéltünk róla, de még egyszer ismétlem, ha valaki esetleg nem hallotta. Tehát a 6-os számú választókörzet győztese Varga Zoltán, ez már biztos, tehát 100%-os feldolgozottságnál, 43,8%-kal. Szintén győztes a 7-es számú választókörzetben Mozsárné Kutor Veronika, 46,56%-kal. És kaptunk még két újabb végleges eredményt a 4-es körzetből, ahol is most már látom a monitoromon is, így van, 60,91%-kal dr. Sütő László, Marcali az Otthonunk Egyesület képviselője, befutó győztes. Második helyzet lett 30,55%-kal Németh Ferencné, a Fidesz-KDNP képviselője, és harmadik pedig Jáki Benedek a Jobbiktól 8,55%-kal. Úgyhogy egyelőre ezek az eredmények vannak, ezek már biztosak, de természetesen, ha velünk maradnak, akkor a továbbiakban is folyamatosan várhatnak tőlünk eredményeket. Várjuk tehát az eredményeket, és itt ül mellettem újból ugye Eliza, és én azt szerettem volna még megkérdezni, hogy erről beszélgessünk egy kicsit, Eliza, hogy a mai nap folyamán te kim voltál a választó körzetekben, és csináltál nagyon sok interjút. Mik a tapasztalataid, beszélgettél az emberekkel, hogy láttad ezt a mai napot? Hogy érezted? Én nagyon, nagyon tetszett ez a mai nap, nagyon érdekesnek találtam. Különböző emberekkel találkoztam, ismertem meg őket egy picit, ugye beszélgettünk. Voltak itt személyesen is ismertél, gondolom? Volt olyan, igen. Hát vele még egyszerűbb volt.
De annyiban volt más szerintem, hogy őt ugye alapból is ismertem, és nem mindegy, azért más volt így a riportszituáció. Voltak ugye különböző emberek, volt olyan, akivel jobban tudtam beszélgetni, feltettem neki egy kérdést, és tényleg úgy kellett lelőni, hogy jön a következő, és ennyi elég volt. Viszont volt olyan ember is, akitől feltettem egy kérdést, és egy szóval válaszolt, vagy nem is nagyon tudott válaszolni, úgyhogy így teljesen megosztó volt ez a két dolog. A kedvencem, az előző kis bevágásban láthatunk egy bácsit, ő 70 év fölött volt, de nagyon aranyos volt, elkezdett mesélni nekem a Kádár rendszerről, meg még a TSZ-ekről, úgyhogy igazi mese délután, vagy délelőttöt tartott, úgyhogy ott igen, is érdekeseket hallottam. Igen, főleg az idősebb generáció nyilvánvaló a politikába beleszövi a régi tapasztalatait. Egyébként érdekes dolgokat mondasz, mert én is voltam kint, és nagyon sok mindent tapasztaltam. Nekem feltűnő volt, hogy nagyon sokan nem is szándékoztak kameránk. Nekem is volt olyan, aki már így mondta, hogy köszönöm, nem? Nyilvánvaló ez is érthető. Tehát én úgy gondolom, hogy vannak emberek, akik eleve nem is szeretnek szerepelni, de nem csak ez az egy oka van, hanem az is, hogy lehet, hogy szeret beszélni. Csak éppen úgy gondolja, hogy annyira magánügyi a választás, hogy azzal kapcsolatban semmilyen információt nem akart. Vagy az is lehet, hogy akár lámpalázas, szóval ugye nem szokta meg, hogy a kamera előtt kell beszélni, és ezért inkább nem nyilatkozott. Így van. Közben várjuk továbbra is az eredményeket még egyszer, tehát jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy egy kivétellel a Motte jelöltjei gyakorlatilag befutó, és most kapom az információt, hogy a 8-as körzetből, így van, már látjuk is, tehát 8-as... Az eredményeket. 50,11%-kal Kisné Molnár Ágnes a Fidesz-KDNP-től nyert. Második helyen Bőszné Kis Katalin végzett, Marcali az Otthonunk Egyesülettől, és utolsó helyen Molnár Péter a Jobbiktól 11,1%-kal. Így van, tehát gyakorlatilag kipipálhatjuk a 8-as számú választó körzetet, és a 4-esbe ugye elmondtuk, hogy Dr. Sütő László, ugye, a befutó, szintén Mottétől. És nem sokára a 2-es számú választó körzetből is kapunk eredményeket. Hát na, meg is vannak a Eliza, mit látunk? Eredmények. Első helyen Mészáros Géza végzett a Marcali az Otthonunk Egyesülettől. Második helyen Laskai Péter a Fidesz-KDNP-től 46%-kal, és 6%-kal Havasi Attila a Jobbiktól. Észrevetted, hogy mennyire kicsi a differencia? És volt még azt hiszem egy vagy két olyan körzet, most hirtelen fejből nem tudom a számokat, ahol szintén csak ilyen 1-2%. Így van, hát itt nagyon kevés számított. Igen, ez is mutatja, mennyire kiélezett volt a harc Marcaliban. Így van, elég gyorsan jönnek, megmondom őszintén. Én is meglepődtem, igen, azt hittem, hogy lassabban fognak jönni ezek az eredmények, de itt vagyunk még 3-4-9 múlt, és már azért elég sok körzetet kipipálhatunk. Így van, és ne felejtsük el, hogy nagyon sok érdekes dolog vár még ránk ma este. Vendégünk lesz ugye Móring József Attila, aki a környék országgyűlési képviselője. Várjuk stúdiónkba bejutott képviselőket, akik ugye győztesek lesznek, és ugye közülük már elég sok név rendelkezésünkre áll. Okay. És hát ugye az est fénypontjaként Eliza... Az új polgármesterünket köszönhetjük. Így van. Igen. Vele is fogunk beszélgetni, ugye, hogyan látja a jövőbeni dolgokat. Az előbb levetített kisfilm, amikor ugye, amiről beszéltünk is, hogy a riportok. Így van, a riportok az utca emberével, a választópolgárokkal. Ezzel kapcsolatban még van nagyon sok kisfilmünk, nagyon sok riportunk. Azokat is le fogjuk vetíteni. Mégpedig most van itt az ideje, úgyhogy... Akkor nézzük. Nézhetjük akkor a következő kisfilmet. Marcali 5-ös számú választókörzet, ahol is Gál Edittel az elnök helyettes asszonnyal beszélgetünk a választással kapcsolatos dolgokról. Jó napot kívánok, köszöntöm! Az első kérdésünk igazából arra vonatkozna, hogy volt-e bármi probléma, tapasztaltak-e bármi rendellenességet? Nem, rendben kinyitottunk reggel a törvényednek előírtak szerint, reggel 6 órakor nyitottuk ki, semmilyen probléma nem merült föl. Zökkenőmentesen elindítottuk a napot. Néhány statisztikai adatra lennénk kíváncsiak, például arra, hogy hány arra jogosult választó van ebbe a körzetbe? Az összes választásra jogosult ebbe a körzetbe, az 5-ös választókörzetbe 1200 fő.
11 órás részadatot tudok mondani, ami 245 fő, tehát 20%-nál tartottunk 11 órakor. Ez milyennek számít mondjuk az elmúlt? Az előzőekhez képest szerintem tartjuk az előző választásoknak a megszokott arányát. Még egy utolsó kérdés. Ön szerint ez a kellemes tavaszias idő hogy befolyásolja az embereknek a választókedvét? Szerintem remélem, hogy nagyon sokan jönnek. Mi olyan 6-700-ra, 800 körülire tippelem én, hogy annyian talán el fognak jönni. Hát remélem nem kirándulni mennek, hanem szavazni, mert az mindenkinek a saját érdeke. Meg itt helyi dolgokról van szó, és azt hiszem, hogy ez inspirál mindenkit arra, hogy részt vegyen a választáson. Miért tartják fontosnak, hogy részt vegyenek a választásokon? Hát egyrészt, mert helyi érdekek is ezt kívánják, másrészt ugye mi döntjük el, hogy ki lesz a képviselőnk, ki lesz a polgármesterünk, él az ember a lehetőséggel. Várnak-e valami markáns változást a következő években a város életében? Hát igazándiból nem biztos, hogy az jó lenne hosszú távon. Mégis, ha valami változást meg kéne jelölni, akkor mit mondanak konkrétan ön személy szerint? Hát talán a munkahelyteremtés. Az ipari parkot ki kéne használni, ha már megvan. Ennyi. Nem hiszem, hogy más. Miért tartják fontosnak, hogy részt vegyenek a választásokon? Jó napot kívánok! Azért tartjuk fontosnak, mert mindenképpen fontos, hogy a város életébe ilyen formán bele tudjunk szólni. Én úgy gondolom legalábbis. Milyennek találták az idei kampányt? Korrektek voltak a politikai ellenfelek egymással szemben? Szerintem igen, annyira nem követtem nyomon a kampányt, de azt fontosnak érzem, hogy véleményt nyilvánítsunk ilyen módon. Várnak-e valami változást Marcali életében? Igen. Miben szeretnék, hogyha mondanak egy-két-három konkrétumot, amiben esetleg úgy érzik, hogy fejlődnie, változnia kellene a városnak? Hát a közéletnek mindenképpen kicsit fel kellene dobódni, mert eléggé el vagyunk maradva más városokhoz képest, én úgy gondolom. Értem. Több szórakozási lehetőség a fiataloknak, munkahelyek, hát általában azok a dolgok, amit szerintem mindenki mond, de sajnos ezekben van itt hiányosság. Általában véve önök is osztják azt a véleményt, hogy az utóbbi pár években kicsit elfordult a lakosság a politikától, és ha igen, akkor ennek mi lehet esetleg az oka? Csalódtak az emberek szerintem a politikában, csalódtak a politikusokban, sok mindent megígértek, sok mindent nem tartottak be, és szerintem ezért nagyon sokan úgy gondolják, hogy már el sem jönnek szavazni. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire tartja, mennyire érzi fontosnak, hogy elmenjen szavazni? Mindenképpen, hogyha szeretném, hogy Marcaliban jobban éljenek az emberek. Szükségét érzi változásnak a következő években, a korábbi irányvonalakhoz képest? Nem, én teljesen elégedett vagyok a mostani városvezetéssel. A mostani polgármesterrel teljesen elégedett vagyok. Mennyire érzi a kampányt korrektnek, fairnek, illetve eldurvultnak az elmúlt hetekben? Semmennyire sem. Én teljesen elégedett vagyok ezzel. Jól van megszervezve minden. Szavazóhelyiségek is teljesen tiszták és nagyon jók. Kedves emberek vannak megfelelő hozzáértéssel. Általában véve érez olyat, hogy az emberek az utóbbi években esetleg elfordultak a politikától? Ha igen, akkor ennek mi lehet az oka? Nem feltétlenül, csak szerintem más gondokkal vannak elfoglalva. Tehát magánéleti problémáik jobban lehet? Magánéleti, illetve a pénzügyi problémák. Munkahelyteremtések. Tehát ezek, azt mondták, meg lesznek oldva. Mint Marcaliban, mint egész Magyarországon. Így tehát gondolom akkor most, hogy az emberek megválasztják, akit szeretnének, akkor, és jól választanak, akkor biztos, hogy ezek a problémák meg lesznek oldva. És bízok benne, hogy hát nem lesznek ilyen problémák tovább. Mennyire érzi fontosnak a választásnak, hogy részt vegyen a választáson? Hát szerintem mindenkinek, aki magyar ember fontos, főleg aki marcali ember, mindenki amikor dönti el, hogy mit szeretne, kire szeretne szavazni, az a véleményem, hogy aki amit gondol a helyi rendszerről, arra kell szavazni. Ez a véleményem. A kampány során elég sok általánosság hangzott, egy picit talán kevesebb konkrétummal. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye? Hát igen, mindenki próbálja minden párt, minden ember, személy próbálja maga fel orientálni a választópolgárokat. Mindenki szeretné, hogyha mindenki arra személyre vagy emberekre szavazna. Megvan az énekezvelése, megvan már régóta. Én azt tartom magamnak, amit elképzeltem, és azt hiszem, az a városnak is érdeke. Hisz marcali vállalkozó vagyok már 31 év óta, és azt hiszem, a marcali város érdeke a legelső nekem is, és az itt élő embereknek is. Általában véve ön szerint jó irányba halad a város, rossz irányba halad, középen van valahol? Igen, a városnak a vezetése egy konstans személy már nagyon régóta, így gyakorlatilag vélemény szerint jó fele halad.
mindenképpen az a döntő, hogy a városnak a mai helyette, ami most van, szituációja, lehetősége, azt meg kell tartani, őrizni, hiszen is költségbe, munkába kerül, és a lehetőség van rá, később fejleszteni kell. Mindenképpen az a véleményem, hogy a fiatalokat meg kell próbálni nem elengedni a városból, hanem itt tartani, hisz abból lesznek a jövő emberei. Általában véve az elmúlt hetek kampányát korrektnek érezte? Igen, akkor éreztem, egyértelmű, ez egy harc, ez egy pozíció harc, de mindenképpen azt kell tartani mindenkinek először, az a véleményem, hogy a város érdeke az első, és a városban élő emberek érdeke lenne az első, véleményem szerint. Miért tetszik fontosnak érezni, hogy részt vegyen a szavazáson? Hát azért, mert állampolgári kötelességem és jogom. Ezért. Köszönöm. Milyennek tetszett érezni a kampányt? Korrektek voltak a politikai ellenfelek egymással szemben esetleg? Nem is találkoztam senki olyannal, aki... Tehát rendben volt szerintem. Szükségét érzi a városban változásnak? Nem tudom, nem hiszem. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. Úgyhogy ez majd eldől most. Köszönjük szépen, kezdi csókolom, viszontlás! Deák Lillát, a 6-os számú választókörzet elnökasszonyát kérdeznénk néhány választással kapcsolatos dologról. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az első kérdésünk mindjárt arra vonatkozna, hogy volt-e bármi probléma a nap folyamán, tapasztaltak-e bármi rendellenességet? Nem volt. Eddig rendben zajlott a választás. Néhány statisztikai adatot tudnál nekünk mondani, hogy ebben a körzetben hány választásra jogosult található, és hogy körülbelül az eddigi arányok hogy néztek ki? 1173-an, és ebből körülbelül egy ilyen 18%-os a részvételi arány. Ez a nap folyamán. A következő órákra is általában a tapasztalatok alapján rávetíthető, vagy pedig ez még egy nagyon változó adat lehet? Én azt gondolom, hogy délután még többekre számíthatunk. Ezt mutatja a tapasztalat. Így van, igen. Ön szerint ez a kellemes tavaszias idő mennyiben változtatja esetleg a polgároknak a kedvét, hogy eljöjjenek szavazni? Én azt gondolom, hogy pozitívan hat rá mindenképpen. Mennyire és miért tartja fontosnak, hogy részt vegyen a választásokon? Hát gyakorlatilag... Elég kevesen jönnek, hogy láttam itt az aláírás, de hát fontosnak tartom annyiban, hogy ha meghallgatják az embert, és a szavazatok igazságosan lesznek elosztva, akkor talán más lesz a világ. Ha esetleg a megszokottnál alacsonyabb lesz a részvételi arány, akkor ön szerint azt mivel lehetne indokolni? Mi lehet az oka? Hát részben fászultság. Fászultság. Fászultság, ez Budapesten is megvan, itt is. Milyennek találta az elmúlt hetek kampányát? Érzett a durvaságot a pártok, civil szervezetek? Hát igen. Sajnos. Ezért mondtam, hogy bizonytalan ez az egész most, de majd reméljük estére többet tudunk. És Marcali város, ha konkrétan városunkat nézzük, ön szerint miben kellene fejlődni? Tudna mondani egy pár konkrétumot, ami ön szerint mindenképp változni kellene? Közigazgatás az megfelelőnek tartom. Hát azért egy-két olyan technikai részt, ahol ilyen nagyobb viharok, mint amik mostanában vannak, kicsit az árkokat nem ártana végigmenni. Hogy jöttem erre lefelé, és itt is el vannak dugulva. És akkor csodálkozunk, hogy befolyik a víz a pincébe. Miért fontos? Hát azt szerintem minden embernek érdeke az, hogy amit ő szeretne, az kinyilvánítsa, amikor erre lehetősége van. És ezt ne akkor tegye meg, amikor már késő és a másikat okolva, hogy én nem ezt szerettem volna, akkor most itt a lehetőség, tessék vele élni, mert utána se önmagát nem tudja vádolni, esetleg se a másik embert. Ezzel egybe csengve milyennek tetszett találni a kampányt? Mennyire voltak a politikai ellenfelek egymással szemben korrektek? Én szerintem korrektek voltak, igen. Konkrétan Marcali városában gondol-e, hogy valami változás konkrétan jó lenne? Tudná valamit példát mondani erről, hogy mibe kellene esetleg fejlődni, változni? Hát tudnék éppen, de ezt inkább nem árulnám el, majd meglátjuk. Aztán biztos, hogy sok minden változik majd, de én azt gondolom, hogy ez nem csak egy emberem múlik, tehát soha nem a polgármesterem múlt az, hogy... Valamit, hogyha el akar érni egy város vagy egy település, akkor azt nem egy személyben a polgármester dönti el, hanem ő mellette ott kell lenni egy olyan ütőképes testületnek, aki először is tud dolgozni egymással, tud kompromisszumokat kötni, hogyha kell. A lakosság ön szerint szintén aktívan részt vett ebben? Hát lakosság, ami őrá tartozik, szerintem az ügyben megkérdezik a lakosság véleményét. Amiben nem lehet természetesen, mert nem az ő kompetenciája, abban pedig hiába kérdezik meg, mert úgysem tudunk belefolyni.
Úgyhogy én így gondolom. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Igazából arra lennék kíváncsiak, hogy mennyire és miért érzik fontosnak, hogy részt vegyenek a választásokon. Hát ha valami változást szeretnénk a városban, akkor ennyivel hozzájárulunk mi is. Hogy... Ezek szerint szeretnének változást? Tehát... Hát igen. Van néhány dolog, ami azt hiszem, hogy az elmúlt években elmaradt, és fejleszteni kell a Marcellóba is. Úgyhogy... Tudna mondani néhány konkrét példát, hogy mi lenne az, amiben... Tudom, mellettünk az iskola. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, ahogy szinte, hogy megépítették. Ez azt hiszem, erre nagyon ráférne. Sportagozott is iskola, egy komolyabb tornaterem, és akkor nagyon nem is kellett messze venni. Ön szerint lesznek nagy vesztesek, illetve győztesek a mai nap végére? Hát, ezt nem tudnám megítélni. Általában kinek mi, vagy mennyire jelent ez veszteséget, nem tudom. Általában véve az utóbbi években tapasztalta ön is politikától való elfordulást az emberek részéről, és ha igen, akkor ez miért lehet? Miért ez, hát egyértelmű, hogy sok ígéretből kevés valósul meg. Ez minden választás előtt ezt minden politikus szinte pártól függetlenül eljátsza. Nekem az a véleményem, akár ki volt eddig, úgymond most, hogy országosan nézve hatalmon, idézőjelben, az ígérgetett a választás előtt sokat, és abból hát vagy nagyon kevés, vagy éppenséggel az ellenkezője valósult meg. Úgyhogy szerintem ebből hogy az embereknek kezd egy kicsit elege lenni. Hát, most mit mondjak magának őszintén? Azért engem is érdekel, hőrág vagyok is, hogy mi történik Marcaliba. Úgy tetszik gondolni, hogy szükség van változásra a városban? Vagy jó irányba haladnak a dolgok? Hát, az mindenkinek saját meggyőződése szerint nyilatkozik. De én nekem azért fontos, már a gyerekeim jövője is azon múlik, hogy gazdálkodnak majd a városban, meg hány munkahelyet teremtenek, meg mit csinálnak. A hetes számú választókörzet elnökét kérdeznénk. Elnök úr, jó napot kívánok, és érdeklődnék, hogy a mai nap folyamán az eddigiek során tapasztaltak-e bármi problémát vagy rendellenességet. Jó napot kívánok, hát eddig szerencsére probléma nem történt. A sajtó jelent meg önökön kívül is már eddig interjút készíteni, de ezen kívül egyéb esemény nem történt. Ebben a választóközben hány jogosult van, hány szavazásra jogosult állampolgár? 1224 szavazásra jogosult állampolgár van ebben a körzetben. Eddig 15%-os részvétel volt a 11 óráig, most jelentettük le, úgyhogy elég kicsi a részvétel. Mit mutat ez a szám? Lehet ebből egy egész napra vonatkoztatható átlagot esetleg levonni? Hát délután még azért várhatók szavazók, ebéd után azért kicsit jobban meg szoktak jelenni. Nem tudom. Az április választásokhoz képest szerintem kevesebb választó volt eddig. Mit gondol, elnök úr, ez a kellemes tavaszias idő mennyibe befolyásolja esetleg az emberek kedvét, hogy elmenjenek szavazni? Hát nem tudom, talán kirándulni mennek, nem tudom. Majd meglátjuk délután, hogy mennyire lesz a választópolgároknak még kedvük a választásra. Arra lennénk kíváncsi, hogy miért tartja fontosnak, hogy eljön szavazni. Hát természetes, hogy fontos, hogy remélem, hogy beleszólásunk van abban, hogy mi történik a városba, és hát nem mindegy, hogy városnak milyen a helyzete, mi történik. Mit tetszik gondolni, lesznek nagy győztesek, vesztesek a választás során? Hát remélem igen. Remélem igen, hogy a város többsége egyformán gondolkodik, mit szeretne. Általában véve tetszik olyat érezni, hogy az emberek az utóbbi években elfordultak a politikától, és ha igen, akkor ennek mi lehet az oka? Én úgy érzem, hogy inkább egy picit aktívabbak talán szavazás szempontjából is. Miért tetszik fontosnak tartani, hogy a választásokon részt vegyen? Hát az polgári kötelességem az, hogy a választáson részt vegyek, és a véleményet nyilvánítsak. Mit tetszik gondolni, az elmúlt években a város megfelelő irányba haladt-e, folytatni kellene ezt a vonalat, szükség van-e változásra? Hát bizony szükség, nem ment a megfelelő irányba. Mennyire tetszik az utóbbi hetek kampányát korrektnek érezni? Nem tudom, mert én kampánygyűléseken nem vettem részt, és a szórólapok meg nagyon szolidak voltak, úgyhogy nem lehet mondani, hogy egymás ellen áskálódik bárki is. Tudna
mondjuk egy dolgot mondani, ami nem tetszett az elmúlt 4 évben? Tehát ami mindenképpen ön szerint változtatna? Hát szerintem ez egy ilyen globális csomag. Nem, nincs olyan külön-külön, mert minden részre, ami van itt ebben a városban ráfér, én 8 éve, 9 éve, hogy itt lakom, de nem valami kellemes hely most jelen pillanatban, még legalábbis az volt a véleményem róla. Miért tartja fontosnak, hogy részt vegyen a választásokon? Jó napot, tehát azért tartom fontosnak, hogy végre tehessünk önmagunkért, és a mindenki szavazata nagyon fontos, azért gondolom azt, hogy el kell menni szavazni, mindenki tegye meg azt az egy lépést, hogy ennyit tegyen a jövőjéért. Milyennek talált az idei kampányt? Volt-e eldurvulás, vagy korrektnek érzi az ellenfelek közötti harcot? Hát én nem gondolom azt, hogy annyira eldurvult volna ez a dolog. Itt a háttérben lehetett sok mindent hallani, de én úgy gondolom, hogy aránylag csendes volt a kampány. Általában véve az utóbbi években hallani jobbra-balra, ugye, hogy az emberek sokszor elfordulnak a politikától. Mi lehet ön szerint ennek az oka? Hát igen, sajnos az emberek nagyon apolitikusak lettek, mert nem érdekli őket, már ez beleuntak abba, hogy mindig valaki ígér nekik valamit, de senki nem teszi meg azt, ami az igazságot, és ezért sokan úgy gondolják, hogy nem mennek el szavazni, mert úgysem lesz jobb, nem tesznek érte semmit. Pedig, hogyha az ember elmenne szavazni, akkor legalább tudna mivel foglalkozni, hogy ő döntött rosszul, vagy pedig csak a többség. Most ezen a választáson ön szerint lesznek nagy győztesek, vesztesek, várható-e markáns változás? Hát ez most egy igazi nagy kérdés, talán erre senki nem tudná megmondani, hogy itt, de én úgy gondolom, hogy lesznek olyan győztesek, akikre eddig nem számítottak, és valóban fognak veszíteni olyanok, akik úgy gondolták, hogy nyernének. Hogy miért tartják fontosnak, hogy részt vegyenek a választáson? Hát azért tartom fontosnak, mert ezzel az egy szavazata is ugye az, amit hozzá tudok járulni a városnak a jövőjéhez. Vár-e változást marcali város életében hosszabb távon? Erre most nem tudok válaszolni. Várok, mindenki várok, de az, hogy lesz, azt nem tudom. Lesznek nagy győztesek, vesztesek, tehát hogy... Nem tudom, én nem veszem ennyire komolyan ezt a dolgot. Mert? Mert én egyszerűen simán leadom a szavazatot, és lesz, ami lesz, lehet. Várnak változást marcali jövőjében? Azt én nem tudom. De reméljünk, hogy lesz változás. Nem sportot kell csinálni, hanem munkahelyeket teremteni. Nincs munkahely sajnos. Értem. Marcaliban. Mit tetszene gondolni, hogy miért fordultak el az emberek az utóbbi években a politikától? Nem tudom megmondani. Mi lehet az oka ennek? Rossz a vezetőség Marcaliban. És ez az idei választással várható? Nem, ez már 12 éve sajnos így van. Tehát ez már egy régebbi dolognak. Igen. Lesznek idén nagy győztesek, vesztesek a mai választáson? Lesznek, biztos, hogy lesznek. Miért tartja fontosnak, hogy eljöjjön szavazni? Azért tartom fontosnak, mert a barátnőmnek a testvére képviselőjelöltként indul, és azért szükségesnek tartom, hogy támogassam őt és a családját. Milyennek találta az idei kampányt? Volt-e durvulás ön szerint, vagy korrektek voltak a politikai ellenfelek? Szerintem teljesen korrektek voltak a politikai ellenfelek, nem tapasztaltam semmiféle durvulást. Mit gondol, általában véve szüksége van-e Marcalinak markáns változásokra, vagy jó irányba halad a szekér a városban? Szerintem abszolút mértékben szükség van változásokra, pozitív irányban. Tudnál mondani néhány példát, hogy mi az, ahol esetleg el tudnál képzelni, hogy másképp jobban pörögjön a szekér? A vízelvezetés, csatornázás. Fontosnak tartanám azt, hogy szélerőműveket telepítsenek, például a Horváth-Kuti dombra, és talán az, hogy a foglalkoztatást növeljék, és a kis vállalkozásokat támogassák. Ezek elég konkrét válaszok, de általában véve az utóbbi években tapasztalható egy elfordulás az emberek részéről a politika irányába. Ön szerint ez mivel magyarázható? Azzal, hogy az elmúlt 4 évben, amiket ők vártak, az előző polgármestertől, illetve a jelenlegi polgármestertől, az nem valósult meg. Kedves nézőink, önök továbbra is a Tavi Televízió műsorát láthatják. Az előbbiekben láthattak kis filmeket, láthatták, hogy hogyan vélekednek az emberek a szavazással kapcsolatban. Hogyha jól tudom, Tamás, akkor vannak eredményeink. Kérlek, ismertesd, hogy mik ezek. Így van, tehát van néhány olyan eredmény, amiről már korábban is beszéltünk, de természetesen rendkedvér újból beolvassuk őket. A gyorsaságnak köszönhetően egyre több helyen van győztes, tehát 100%-os feldolgozottság arányában tudunk már végeredményekről beszélni. Elsorolom, tehát a 6-os számú választókörzetben Varga Zoltán 43,8%-kal, 7-es számú választókörzet Mozsárné Kutor Veronika,
4-es számú választókörzet dr. Sütő László a Motte részéről, 8-as számú körzet Kisné Molnár Ágnes, a győztes, és még egy adat áll rendelkezésünkre a 2-es számú választókörzetből, Mészáros Géza szintén a Mottétől 47,1%-kal. Ezek végeredmények, de természetesen, ahogy ígértük, folyamatosan kapcsolatban közben maradunk. Láthatjuk az 1-es számú választókörzetet. Itt a Fekete Lajos nyert Marcali az Otthonunk Egyesülettől 46,1%-kal. Második helyen Szarka Zsolt végzett a Fidesz-KDNP-től 40%-kal, és utolsó helyen Barát István 12%-kal. Igen, és ez is aránylag szoros versenynek minősül, bár voltak az ilyen lényegesen szorosabb arányok is a ma este folyamán. Közben kapom itt az információt, hogy megérkezett első győztesünk, képviselő győztesünk, Kőrösi András, úgyhogy őt köszönhetjük. Jó estét kívánok! Először is gratulálni köszönöm szeretnék szépen. A győzelemhez. Köszönöm szépen. Ilyen eredményre, arányra számítottál? Hát 14 éve vagyok képviselő, és ez az ötödik választásom, és ez volt a legnagyobb arányú győzelem, bár rengeteg munka van benne. Ezt elhiszem. És hogyan valósultak meg az elvárt elképzelések? Hát az elmúlt 2 hónap az folyamatos munkával telt, és a Marcali az Otthonunk Egyesületből, illetve szimpatizánsainkból egy 21 fős segítőgárdát állítottam össze, és elsősorban nekik is szeretném megköszönni, illetve meg szeretném köszönni a 3. számú választási kerület választóinak, a Marcali az Otthonunk Egyesület tagságának, illetve szimpatizánsainknak, illetve mindenkinek, aki rám szavazott, hogy bizalmat kaptam. Milyen konkrét és részfeladatai vannak a testületben? Hát eddig, mint a Marcali az Otthonunk Egyesület frakcióvezetője dolgoztam, ezen kívül 3 bizottságban is tevékenykedtem. Hát a választókerületben rengeteg munka van. Tulajdonképpen ez a Marcali városnak a belvárosa, úgyhogy nagyon sok feladatunk van az elkövetkezendő évben. Tudna nekem példát mondani ezekből a feladatokból? Igen, természetesen. Azt hiszem mindenki tudja, illetve hát a szórólapjainkon is megjelentek. Ilyen például, hogy az elkövetkezendő 5 évben szeretnénk a belvárosban az elkerülő út megépítése után egy sétáló pihenő városközpontot létrehozni. Ez mondjuk, hogyha pályázati lehetőségünk van, akkor valósulna meg, de ezen kívül útfelújítások is válnak, ilyen a Móra Ferenc utca, Berzsenyi utca, illetve a volt nőtlen tiszti szálló, hát ez nagyon sokáig sajnos nincs beépítve, és ezt szeretnék megvalósítani. Mit vár el saját magától a ciklusban? Hát, mint minden képviselő, a választók ügyes, bajos dolgainak az intézése. Azt hiszem, szinte ez mindennapos munkát jelent mostanában, hogy az embereknek egyre nehezebb életkörülmények között élnek, szociális. És azt kell mondjam, hogy a belvárosi rész is, hiszen nagyon sok családot felkerestem a felkészülési időszakban, hogy nagyon sok idős ember van, nagyon sok egyedülálló ember van, úgyhogy ezeknek a problémáinak rendezése, ez elsőrendi dolog. Értem. Mit vár el a polgármesterről, től, illetve a város lakosságától? Én úgy gondolom, hogy a Marcali város lakossága bölcsen döntött, hogy a volt polgármestert, a mostani, tehát választotta polgármesteri, hiszen a legfelkészültebb és legalkalmasabb embert választotta a Marcali város polgármesteré. Én úgy gondolom, hogy
Tehát a polgármester szerintem össze tudja fogni azokat a feladatokat, ami a 8 körzetben előttünk állnak, és ehhez szerintem a támogatása is megvan. Mi lenne az a néhány vezérelv, ami szerint a városnak általában véve tovább kellene haladni ön szerint? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne a munkahelyeknek, az értékeinek a megtartása, illetve új munkahelyeknek a létesítése. Nagyon fontosnak ítélném meg, mivel az önkormányzatnak komoly bevételi forrás jelentene a gyógyszállónak a felépítése, és ennek a környéknek a rendezése. Hiszen ez, hogyha megépülne, akkor járulékosan nagyon sok olyan dolog megvalósulna ott a Gombavölgybe, ami ehhez is hozzátartozik. Köszönöm szépen az interjút. Kedves Köszönöm nézőink, szépen. Körösi Andrást láthattuk. Közben visszajött stúdiónkba Tamás. Tamás, vannak valamilyen új információink? Vannak információink, amiket folyamatosan kapunk. Röviden elmondom még egyszer, tehát a győzteseket, hogyha esetleg valaki később kapcsolódott volna. Az egyes táblázatot tudnád mondani? Az egyes számú választó körzet, így van, már látjuk is. Újból egy szoros verseny, 46,52%-kal Fekete Lajos Marcali az Otthonunk Egyesület, mint befutó. Második helyen 40,87%-kal Szaka Zsolt Fidesz KDNP, és a harmadik helyen pedig Barát István a Jobbik részéről 12,61%-kal. És újabb vendégünk érkezett, kaptuk ugye az információt, vendégünk lesz Mozsárné Kutor Veronika a Motte részéről, akit már megérkezett ide a stúdióba, és de várjuk. De is engedem akkor. Szeretettel, köszönjük szépen. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok, képviselőasszony. Először is gratulálunk az eredményhez. Nagyon szépen köszönöm. Érdeklődnék, hogy ilyen eredményre számított-e. Én egész végig bíztam abban, hogy tisztességgel meg lehetne nyerni a választásokat, ugyanis az elmúlt napokban szinte az összes megállított táblámat, nem csak az enyémet, hanem az önkormányzatosak, itt a körzetből ellopták, és én bíztam abban, hogy az emberek a tisztességre és a becsületre fognak szavazni, és így sikerült a választásokat megnyerni. Amikor elindultam ezen a politikai pályán, akkor saját magába belül milyen szerepet szánt önnek? Mi az, amit ön meg szeretne valósítani, vagy végig szeretne vinni ezen posztján keresztül? Én nagyon-nagyon sok tervem van, és nagyon sok tervem volt, ezért is indultam el. Az én körzetem egy speciális, ugyanis egy része Marcelihoz tartozik, a másik része pedig Boronkát képezi, és Boronkának falusi jellegéből adódóan külön kis egységet képez, és ugye itt van Marcali területe. Én nagyon szeretném, hogyha az itt felmerülő problémák, akár a csapadékvíz, utak, járdák megoldásra kerülnének, hiszen ez mindenütt probléma. Felvetődik a kérdés, hogy ha több oldalról kerülnek be képviselők egy testületben, akkor hogyan dolgoznak együtt? Bízik ön a zökkenőmentes együttmunkában, együttműködésben? Én mindenképpen bízom abban, és úgy néz ki, hogy ugye most többségben lesz a Marci az Otthonunk Egyesület a képviselőtestületben, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy zökkenőmentesen együtt fogunk tudni dolgozni a képviselőtársakkal és polgármester úrral. Ebben a együttmunkában, együtt dolgozásban mi az, amit esetleg a lakosságtól elvár, vagy a leendő polgármester úrtól elvárna? Én mindenképpen egy nagyon jó és hatékony kommunikációt várnék el, hiszen úgy gondolom, hogy a munkánk akkor lehet gördülékeny, hogyha napról napra ismerjük és napra készen az embereknek a problémáit, és hogy a kommunikáció nagyon jól működjön egymás között, akkor azt gondolom, hogy hatékonyan lehet majd dolgozni. Ha néhány szóban, gondolatban össze kellene foglalni a vezérelvet, ami az ön politikai pályáját irányítja vagy vezérli, mit lennének ezek az elvek? Nekem mindenképpen, hogy egy élhetőbb környezetet alakítsunk ki, próbáljuk meg a meglévő értékeinket megóvni, valamint a problémákat is megoldani a leghatékonyabban, mint említettem, ezek az utak, járdák nagyon rossz állapotban vannak, mindenképpen gondolnunk kell a fiatalokra, az idősebbekre, a kisgyerekesekre, a közlekedés szempontjából, és hogy egy olyan környezetben ilyenek, a zöld területek is gondozottak legyenek, ahol tényleg egy élhető városkép alakul ki. Hát ehhez a munkához nagyon sok sikert kívánunk, képviselőasszony, még egyszer gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. És köszönjük szépen, hogy
befáradt a stúdióban. Köszönöm. Kedves nézőink, Mozsárnék Utor Veronikát hallották, aki a MOTTE részéről bekerült a képviselőtestületbe, és akkor várom majd vissza Elizát, viszont közben, ha megengedik, akkor még egyszer megpróbálom röviden. Folyamatosan érkeznek az eredmények. Egyes számú választókörzet, az előbb beszéltük esetleg azoknak, akik később kapcsolódtak be az adásba, tehát amint említettem, Fekete Lajos a győztes, MOTTE részéről 46,52%-kal, második helyen 40,87%-kal Szaka Zsolt Fidesz-KDNP részéről, a sor pedig Baráth István a Jobbiktól zárja, 12,61%-kal. És ha minden igaz, akkor megyünk tovább, következik a kettes számú választókerület, így van, már látjuk is a monitoron. Hát nagyon szoros verseny, 47,1%-kal Mészáros Géza MOTTE, a befutó, az első helyezett, közvetlen utána Laskai Péter Fidesz-KDNP, 46,36%-kal követi, tehát nagyon-nagyon kicsi a különbség, és Havasi Attila a Jobbik részéről 6,54%-kal következik, és időközben megérkezett következő vendégünk. Elizát várnánk a stúdióba, hogy érkezzen. Amíg megérkezik, addig szeretnék gratulálni, mert az biztos, az örök. Így van, nagyon szépen köszönöm. Hát én nagyon örültem ennek a győzelemnek, és nagyon most itt, mindjárt így a választások utáni első percekben szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik támogattak a szavazataikkal, hogy meg tudtam nyerni ezt a képviselőtestületi választást a gombai körzetbe. Hát nagyon meglepett és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy ezt sikerült így véghez vinni. Hát megvan őszintén, azért volt benne sok munka is, mert gyakorlatilag egyedül jártam végig, akikhez át tudtam menni, azokhoz elmentem. Egyedül szedtem össze az ajánlásokat is, a szórólapjainkat is magam vittem, pont azért, hogy minél több emberrel tudjak beszélni, és a személyes vagy esetleg közösséget is érintő problémáikat így közvetlen tudtam tőlük megkérdezni. Képviselő, azonnal folytatjuk, de közben a hatos számú választókörzetet akkor ugye beolvassuk még egyszer. Tehát Varga Zoltán, MOTTE 43,84%, ha jól látom, közvetlen utána Molnár Zsolt, Fidesz-KDNP 39,25% és 16,91% a Kesztyűs Attila Jobbik részéről zárja a sort. Képviselő úr, igazából hasonló kérdéseket teszünk fel a bejutott képviselőknek, és ennek szellemében azt kérdezném öntől, hogy mi az, amit saját magától elvár a ciklusban, mi volt az, amit ön maga elé célnak kitűzött, amikor elindult a politikai pályán? Hát én mindenképp szeretném azt, hogy ugye tudva levő az, hogy ez a gombai városrész, ez egy önálló település volt valamikor. Tehát gyakorlatilag most már egyben van épülve Marcalival, de ez valamikor is sok ember, főleg az idősek közül még érzik azt és éreztetik is azt, hogy egy külön település. Tehát mindenképp ezt az identitást fenn kéne tartani, és egy fontos célnak tartom, hogy ennek a település résznek legyen egy úgynevezett közösségi háza, vagy valami ehhez hasonló történet, mert az az igazság, hogy igénylik az emberek, tehát szeretnék azt, hogy lenne, ami az övüké, tehát ezért az adott település részé, és hát természetesen vannak feladatok, amik az egész várost érintik, tehát itt azért én most fel nem tudom sorolni hirtelen az összeset, de hát azért nagyon sok olyan dolog van, amit még meg kell valósítani most akár a városban, akár a település részen. Óvatatlanul felvetődik a kérdés, hogy képviselőtestületben ugye több szervezetből jutnak be képviselők. Bízik-e abban, hogy zökkenőmentes lesz majd az együttmunka? Én azt gondolom, hogy igen, én ezt merem arra is alapozni, hogy ez nem egy nagy település. Tehát azokat az embereket, akik a képviselőtestületig be fognak kerülni, tehát a másik szervezetek képviselőjelöltjeit is szinte kivétel nélkül ismerem személyesen is. Tehát itt azt gondolom, hogy és nem csak a politikából, hanem akár egyéb más térről is, hogy én azt gondolom, hogy fogunk tudni együtt dolgozni, én nagyon bízom ebbe, mert mindenképp ez jót tenne valószínűleg a városnak is, hogy egy konklúzió alapján lehessen dolgozni és mindent megcsinálni. Konkrétan a lakosságnak mi a feladat ön szerint?
ezeknek a célnak a... Hát a lakosságnak, a lakosság először is azzal, amit már az imént említettem, hogy mondják el a véleményüket, mondják el, hogy mit szeretnének, mert utána lehet, amikor már megvannak a kérések, és ebből célokat lehet csinálni, hát ahhoz kell majd a fegyvert és a paripát hozzátenni, hogy akkor ezen az úton, vagy ebbe az irányba tudjunk menni. Tehát a nyíltságot és a kommunikációt jelöli meg. Az előbb a képviselőasszonytól utoljára megkérdeztem ugyanazt, amit most öntől is megkérdezek, hogy ha össze kellene foglalni néhány gondolatban, mi lenne az a vezérelv, az a néhány vezérgondolat vagy vezérelv, ami szeretné, hogy az ön politikai pályáját végigkísérje, politikai tevékenységét? Hát én azt gondolom, hogy ami a plakátjaink is rajt volt, tehát a tisztesség és a szakértelem. Én azt gondolom, hogy ez két fontos dolog, tehát mert ahogy mondták, nem elég tisztességesnek látszani, annak is kellene lenni, tehát ez az egyik dolog. A másik meg hát azt gondolom, hogy akár a munkám során, illetve korábbi önkormányzatban végzett feladataim alapján is átlátom ezt a területet, tehát én úgy gondolom, hogy meg tudok felelni ezeknek a feladatoknak, tehát nem új nekem, attól függetlenül, hogy most én első ízben lettem képviselő, de ez abszolút nem új nekem, ez az önkormányzati munka. Képviselő úr, nagyon szépen köszönjük, jó egészséget, jó munkát, sok sikert. Nagyon szépen kívánunk. Köszönöm. Köszönjük, hogy befáradt a stúdióba. És kedves nézőink, folytatjuk az élő adást. Igen, köszönöm szépen, közben megjöttek már a monitoron az újabb eredmények. Megint csak egy szoros verseny, Mészáros Géza, Marcali az Otthonunk Egyesület képviseletében, 47,1%-kal győztes, de annyira pici a különbség, hogy tényleg a számokat kell nézni, mert a diagramon szinte alig látszik, 46,36%-kal Laskai Péter Fidesz-KDNP, és a harmadik helyezett pedig Jobbiktól Havasi Attila 6,54%-kal. Jönnek folyamatosan az eredmények, de természetesen az eredmények beolvasása mellett folytatjuk a műsorunkat, és következő vendégünk már itt is ül a székben, a vallató székben, dr. Mészáros Géza, sok szeretettel köszöntöm, jó estét kívánok, mindenek előtt szeretnénk gratulálni. Köszönöm szépen, és örülök, hogy találkozhatunk ilyen. Bár ugye forgatókönyv szerint egy kicsit csinosabb riporternőt várt, és ahhoz képest, hogy én jutottam. Én azt gondolom, hogy az én koromban már meg kell elégednem egy kitűnő férfi emberrel is egy ilyen beszélgetés során. Úgyhogy... Akkor térjünk rá a politikára. Képviselő úr, mi az, amit magával szemben támasztan, mint belülről, mint motiváció, mint követelmény, amit szeretne véghez vinni a következő ciklusban? Én azt gondolom, hogy amit én ígértem, hogy én nem a óvodáskorúak közé tartozom, a leendő testületben, és van némi tapasztalat úgy, mint érdekvédelmi szervezetet irányító ember, illetve az életem egy része befejeződött, és ebben egy halom tapasztalat van, és én Törzsgyögöres Marcalinak vallom magam, és Marcali vagyok, és én azt gondolom, hogy ezt, amit én tudok hozni az én hátizsákomba, azt szeretném tulajdonképpen a segítségül adni az embereknek, annak a közösségnek, hogy amit úgymond a szóróanyagaimban is megjelentettem, hogy az a terület tartozik hozzám zömében, ami a város legrégebbi, úgymond ilyen kertvárosi része, amihez megmaradjon és szépüljön, épüljön, illetve egy külső terület, Horvátkút, ahol azt gondolom, hogy esetlegesen megállítani az elvándorlást és tulajdonképpen ezt a gyönyörű kis település részt élhetőbbé tenni. És olyan dolgokat említettem a házalásom során, hogy nem Eiffel-tornyot. Igen, én házalásnak mondom inkább, mert én azt gondoltam, hogy én kérek az emberektől valamit, akkor ezt nekem kell elkérni. Tehát én személyesen elmentem, és itt ehelyütt is köszönöm, hogy nagyon sokan házaikba invitáltak, a kertjeikbe, udvaraikba is beszélgettünk, mert ebből én sokat tanultam, sokat tapasztaltam, és azt tapasztaltam, hogy az emberek nem nagy csodákat, hanem apró, komfortérzetjavító eredményekkel meg lennének elégedve. Azt beszéltük viccesen sokakkal, hogy nem Eiffel-tornyot vagy Disneylandet szeretnének a házuk elé, csak hogy elfolyjon a víz, vagy történetesen járdán ne botladozzanak, történetesen az, hogy ha olyan építmények, egyebek vannak, akkor azok működőképesek legyenek, ne újra és újra lehessen, vagy említhetném a Marcali városrészben az elkészült
kettőt, új út vizelvezetését, vagy a mostani szennyvíz beruházása befejeződő Vereckei utcának a ugyancsak a vizelvezetését és az ennyvíz problémának a megoldását. Tehát egy roppant egyszerű dolgokról szól a történet. Vagy arról, hogy az a városrész, amit Horváth útnak említettem, illetve az a felső városrész, a legrégebbi, úgy mondtam, hogy kertvárosi rész, idősödnek az emberek. A gyerekeik is idősödnek, távol keresik meg a megélhetésüket, és ezekről az emberekről róluk gondoskodni kell. Azt gondolom, hogy a szociális ellátórendszerben is egy picivel másképp kell tulajdonképpen gondolkodni. Értékeik vannak az embereknek, ezek az értékeiket meg kell őrizni, meg kell védeni. És én azt gondolom, amit az utolsó gondolatomban leírtam a második, úgymond ilyen bemutatkozó anyagomban, hogy én úgy gondolom, hogy ezt a napivá kell tenni a kapcsolatunkat. Tehát ilyen barátivá és beszélgetősé, tehát és szégyelném is magam, hogyha hosszú idő után látnának újra, vagy én őket, és mindig el tudjanak érni, és a magam eszközeivel, lehetőségeivel én tudjam segíteni a problémáiknak a megoldását. A kicsit, a nagyot, a nagyot. Amikor az egész kampány elindult, akkor nyilvánvaló önök is támasztott, nem is az, hogy támasztott elvárásokat, hanem úgy fogalmaznék, hogy biztos voltak elképzelései, hogy körülbelül milyen eredményre számít. Az elvárásokhoz képest hogy alakult ez? Túl teljesítette, alatta van esetleg, vagy alatta nyilván gondolom azért nincsen? Hát ugye azt szoktam mondani Székely éve után szabadon, ugye, hogy a győztesnek van meg az a joga, hogy könnyeket tulajdonképpen fakaszon. Bizonyos értelemben nem erről szól a történet. Én megmondom őszintén, én tisztelem és becsülöm azokat a kollégákat, fiatal kollégákat, akik más színekbe elindultak, mert azt gondolom, hogy valahogy így kell kezdeni. Tehát fiatalon el kell kezdeni egy akár várospolitikai pályát is, és így lesz belőlük jó várospolitikus és egyéb, és én bízom benne, hogy egyszer majd belőlük is jó várospolitikus lesz ilyen szempontból. Nyilvánvaló a győzelem volt a cél, ez jót tesz az embernek, jót tesz az ember lelkének, és azért ezt a politikai környezetet, ami most azt nem kell vázolni senkinek, azért ez nem mindig arról az emberről szól, akik itt most szemükben megjelennek, hanem van egyfajta politikai támogatás, környezet és így tovább, és azért ez be kellett kalkulálni. És hát ebbe a megméretésbe én találtam egy picit úgymond nehezebbnek, és így a marcali polgárok, horvátkodi polgárok rólam döntöttek pozitívan, amit ehelyett nagy tisztelettel és szeretettel köszönök nekik. Én köszönöm azoknak, akik rám szavaztak, illetve azt, amit a beszélgetések során mindig mondtam, hogy amikor nem volt egyértelmű, hogy esetleg elnyertem a szimpátiájukat, mert az első beszélgetések során, mert az érzi ezt az ember, akkor azt mondtam, hogy semmi baj, ha eljönnek jöjjenek el szavazni, mert eljönnek, akkor valamiben leteszik a dolgokat, és ők elvégezték. Tehát ők megtették, és ez tiszteletre méltó. És azért mondom, hogy akik nem bennem látták a jövő képviselőjüket, nekik is köszönöm, de úgy gondolom, hogy én nem fogok különbséget tenni. Aki hozzám fordul, meg kötelezettségeim vannak, ezeket én teljesíteni fogom tisztességgel és becsülettel, legjobb tudásom szerint. Képviselő, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk, és jó egészséget. Köszönöm kívánunk. Szépen, köszönöm a beszélgetést, önnek is minden jót kívánok. További sok sikert kívánok. És akkor egy újabb választókörzet, így van, újabb eredmények érkeztek. Dr. Sütő László, Marcel az Otthonunk Egyesület, győztes 60,91%-kal, és az a jó hírem van, hogy meg is érkezett hozzánk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, szeretnénk gratulálni. Köszönöm szépen! Polgármester, mint jelölt számított ilyen eredményre? Hát polgármester jelöltként azért ilyen eredményre nem számítottam. Az egyéni körzetben ott bíztam benne, hogy elég jelentős különbséggel nyerhetek. Ön szerint a lakosságnak milyen feladatai lesznek a következő időszakban? Mi az, amit úgy rájuk lehetne esetleg testálni? Hát a lakosságnak nem gondolom, hogy különösebb feladatai lennének, inkább majd nekünk és az önkormányzatnak lesznek feladatai abban, hogy a város tovább szépüljön, a város fejlődjön, és leginkább abban lesz az önkormányzatnak és nekem is feladatom, hogy amiről a kampányban is beszéltünk, az egység az nem csak egy szólam, hanem valóban az egész város szeretnénk képviselni, egységet szeretnénk a városba, és egyértelmű, hogy akik bejutnak a képviselőtestületbe, azokkal egyenlő partnerként szeretnénk együtt dolgozni.
Ez lett volna a következő kérdés, ami bízik benne, hogy a különböző pártállású vagy oldalállású emberek zökkenőmentesen tudnak majd együtt dolgozni? Én azt gondolom, hogy ez egyértelmű, ezt várja tőlünk a város. Az előző ciklusban, amikor pont ennek a fordítottja volt az arány, akkor is meg tudtuk ezt valósítani. Most, amikor nekünk kell gesztust tenni, akkor még inkább meg lehet. Polgármester úr, ha néhány gondolatban össze kellene foglalni egy pár vezérelvet, ami ön szerint fontos lenne a következő években, mi lenne az a néhány dolog? Néhány gondolat eszme? Mivel a kampányzáró beszédben erről 40 percet beszéltem, erről szívesen nem vállalkoznék, de meg fogom tenni a képviselőtestület második, harmadik ülésén, amikor ismertet fogom az 5 évre vonatkozó gazdasági programunkat. Akkor ezt szeretettel várjuk. Polgármester, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Gratulálunk még egyszer. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok. Köszönöm. Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat, és ha minden igaz, akkor várunk még újabb eredményeket, és természetesen bejátszások is következnek, és most kapom az információt, hogy van még egy harmadik blokkunk, egy utolsó bejátszásunk, néhány interjút. Kérem, nézzék meg, hogy az utca embere, marcali polgárai hogyan vélekednek a választásokról. Hány jogosult van a szavazókörzetben? 800 jogosult van. Eddig milyen arányban jöttek el? 140 fő volt eddig. És mik a várható számok? Hát a fele, a 800-nak a fele, 400-450 körülbelül. Eddig minden zökkenőmentesen telt? Igen, igen. Miért fontos önnek a szavazás? Hát változást vár az ember, és szerintem itt az esély rá, hogy lehessen valami új. Mindig elmegy szavazni? Igen. Az idén voltam mindegyike. Most már. Mi a véleménye a kampányról? Jó volt szerintem. Elég meggyőző. Mi az, ami meggyőzte? Hát több minden, mondjuk. De amit mondtam is az előbb, hogy változzon valami végre, valami jó irányba. Például mi változzon? Hát én most itt konkrétat, de több minden. Legalábbis bízik benne az ember. Miért fontos önnek a választás? Hát ez lényegében meghatározza egy városnak és az önkormányzatnak a további szerepét, és ebből adódik az, hogy mi fog következni ezek után, hogy mire szavazunk. Ön mindig elmegy szavazni? Hát igen, általában élek a lehetőséggel. Milyen fontos változások voltak így az elmúlt időszakban, Marcaliban? Hát több mindenre is lehet gondolni igazából. Elég szépen felújították a tömbházakat, járdákat, utcákat rendbe raktak, polgári egyesülettől elkezdve a polgárőrök. Elég sok minden. Volt olyan, amivel esetleg nem volt megelégedve? Nem igazán. Végzik a dolgokat rendesen. Miért tartja fontosnak a választást? Hát szerintem választani nagyon fontos egyébként, hogy haladjunk előre. Nem mindig ugyanaz kell, hogy mindig ugyanaz legyen. Hányan jogosultak szavazni a választókörzetben? A választókörzetben 37 fő jogosult szavazni. Eddig milyen a részvételi arány? Egyelőre nem mutatkozik nagyobb érdeklődés, 6 fő jelent meg eddig, és 6 fő adta le a szavazatát. És mi várható a későbbiekben? Hát ezt nehéz megmondani, úgy gondoljuk azért, hogy mivel ilyen kicsi a létszám, hogy az arány azért jobb lesz a szavazás végére. Eddig volt bármiféle fennakadás? Nem, fennakadás nem történt. Olyan előfordult, hogy tévesen jöttek be, mivel 2 szavazókörzet működik az épületben. Hányan jogosultak szavazni a választókörzetben? 1149-en. Eddig hányan jöttek el? 123 fő szavazott eddig. És eddig minden zöggenőmentesen ment? Hál' Istennek, igen, nem történt semmi. Hát ezt mindenféleképpen fontosnak tartom, és eddig minden szavazáson odultunk el, nem tudnám képzelni, hogy ne törődjek azzal, hogy milyen jövőnk lesz, vagy az unokáinknak, gyerekeinknek. Hogy volt megelégedve az előző képviselőtestülettel? Hogy látja, változásra van szükség, vagy pedig folytatni kell mindent?
Hát volna szükség változásra is szerintem sok mindenbe, de hát vannak dolgok, amit úgy látom, hogy folytatni kellene sok mindenbe. Mi alapján döntött? Befolyásolták önt a plakátok, hirdetések, vagy tudta, és személyesen ismeri? Ezt általában úgy figyelemmel kísérjük a politikát, és mindig saját döntésem alapján döntöm, úgyhogy senki nem tud befolyásolni. Köszönöm. 434 szavazónk van, és 64 szavazó volt eddig itt. Semmi problémánk nem volt a szavazás folyamán, semmi különleges esemény nem volt még. Mozgóurnára volt igény, kellett kiszállítani? Még nem szállítottunk ki, 3 mozgóurna kérelmünk van. Várunk még a mozgóurnával, mert jelzés érkezett, hogy majd hoznak még kérelmet mozgóurnásra. Miért tartja fontosnak, hogy eljöjjön szavazni, és mindig részt vesz a szavazásokon? Általában igen. Igen, szeretek eljönni, már szeretek tisztában lenni azzal, hogy ki lesz az, aki a dolgainkat rendezi, kibe helyezzük a bizalmunkat. Hogy volt megelégedve a városrész fejlődésével? Hát, is. Nagyjából azért igen, sokat változott már, sokat. De az még van itt tennivaló nagyon. Hát, az emberek többsége nagyon már belefásult. És sok olyan, ami nem valósult meg, ugye, és akkor az olyan visszatartó erő. De majd most talán jobb lesz, igen. Önt befolyásolták a választási plakátok és a reklámok a tévében? Nem, egyáltalán. Én a saját állatározásom szerint szavazok és megválasztok is embereket. Fontos a véleménynyilvánítás, és igenis demokráciában élünk. Tudtad előre, hogy kire fog szavazni, vagy befolyásoltak akár a választási plakátok, vagy a személyes találkozó? Tudtam előre. Mit gondolsz, mit lehetne változtatni ezen a városrészen, hiszen még fiatal vagy, gondolom, vannak terveitek, vagy az elmúlt 4 évvel akár hogy voltál megelégedve? Van mit fejleszteni még? Vannak ötleteid? Mindig van mit fejleszteni. Hát szerintem a fiatalságot kéne itt megragadni, mert nagyon sokan inkább elmennek nagyobb városokba, mivel nincs lehetőségük itt. Ezzel le lehet valamit tenni? Mit lehetne? Munkahelyeket teremteni legfőképpen. Részt szoktam venni rajta, és azért adom fontosnak, mert így a változások megjönnek, meg szerintem ennek ez a helye, meg a rendje módja. Az emberek egy kicsit csalódottak, mégpedig szerintem a visszamenőleg visszatekintünk egy jó évtizedekre, inkább már úgy mondom, szerintem emiatt van ez, hogy sokan azt hiszik, hogy már nem lesz jobb, de szerintem jobb lesz előbb-utóbb, én így gondolom. Mindig el szokott jönni? Mindig gondolom. Én mindig. Ennyit talán megérdemelnek. Mindig. Ismeri személyesen, hogy kikre lehetett szavazni, vagy mi alapján döntötte el, hogy hova x-eljen? Én az alapján döntöttem el, mondjam, itt a falu belüli, akit ismerek, meg a másikat is, akit ismerek, drága csillagom. Akiket ismerik. Arra szavazok. Akiktől bízok és remélek jót. Jobbat, mint ez. Hát polgári kötelességemnek tartom, hogy lesz, mint lesz, ezt még nem tudjuk. Hogy volt megelégedve a városrész fejlődésével? Hát azzal igazándiból nem nagyon, mert egy óta pusztán nem fejlődik szinte semmi. Semmi, itt mindent. Kihal a puszta, tehát nagyon gyenge itt a fejlődés. Önt befolyásolták, látom, hogy Gyótán is vannak választási plakátok. Befolyásolták a választásban, vagy pedig tudta, hogy kire fog szavazni? Tudta, hogy mit szeretne? Hát azt tudom, hogy kire fogok szavazni, de én nem vagyok befolyásolható, tehát nem vagyok ilyen pártfüggő, tehát nem szeretem azt, hogy valaki engem kényszerítsen arra, hogy kire válasszak. Megmondom őszintén, tehát nagyon rossz a helyzet, drága, a bőrünkön érezzük, tehát a politika már az embereket teljesen tönkreteszi. Tehát itt is ez a nagy probléma. Nincs pénz, nincs semmi, az emberek kilátástalanak. Én nekem ez a véleménye. Azt hiszem, hogy itt nagyon le van maradva, tehát szennyvíz, tehát ez nagyon kéne Gyótapusztára. A víz már rendben van, tehát a szennyvíz, tehát az nincs megoldva, tehát itt a sok szennyvízgödör, minden, tehát ez a nem megoldás, tehát nincs. Ez nagyon kéne Gyótapusztára. Miért tartja fontosnak, hogy eljöjjön szavazni? Miért? Fontosnak tartom szó szerint. Sorsom, jövőm, stb. Valószínű, hogy így lesz, vagy úgy lesz. Az ígérát az itt is van, ott is van, tetszik tudni. Az ígérát elszal, aztán, hogy mi lesz később,
az más téma, mert rájövünk. Hát szóval én hol lakom, hát az katasztrófa ott. Szó szerint. Különösképpen nem vagyok megelégedve. Ígért valamit önnek a képviselő, valamelyik képviselője? Az volt. Ígéret az volt. Szó meg elszalt. A munka az, amíg kellett volna, az nem látható. Fú, az egy fogas kérdés. Folyt utál a magyaroktól sajnos. Egyet értek az úrra, szóval, ahogy mondta, nem mi fordultunk el politikától, politika tőlünk, ahogy mondta az Arpival, szó szerint. Én nem nagyon foglalkoztam, hogy mit tevékenykednek, meg hasonló, hát legyünk szavazni. Hogy látja, mi magyarok, és főleg itt vidékiek el vagyunk fordulva a politikától, és ha el, akkor ennek mi az oka? Szerintem el. Hogy mi az oka, azt nem tudom. Hát nem hiszünk politikusokba. Szerintem. Önt mennyire befolyásolták a reklámok, vagy tudta, hogy kire fog szavazni? Nem nézek reklám, nem érdekel a reklám. Én... muszáj? Személyes ismerettség? Csak ennyi vagy? Nem. Hát én a fiatalkortól szavazok, az kész. Fontosnak tartja, hogy eljöjjön szavazni, és mindig részt vesz a szavazásokon? Nagyon fontosnak tartom. Annyira fontosnak tartom, hogy a kis városrész, Horvátkút, hogy a fejlődés ne álljon meg, hogy tovább fejlődjön, hogy legyen az, amit szeretnénk. Az elmúlt 4 év ciklusával hogy volt megelégedve, sok mindenen kellett volna változtatni még ön szerint? Mindig kell változtatni. A változás mindig kell. Hát azért szavazunk most úgy, hogy még jobb legyen. Megmondom őszintén, hogy valakivel megbízok, és azt szeretném, ha továbbra is, vagy tovább is folytatna a Horvátkúton addig megkezdett munkákat. Szerintem az anyagokhoz képest biztos, hogy volt fejlődés. Szűkös anyagi körülmények vannak mindenhol az országban. Egyelőre csak mi a fenét, stadiont lehet építeni, arra van pénz. De a szegény nép meg egyre szegényebb. A választók jelöltek megkeresték-e önt? Igen, mindegyikkel beszéltem. Mindegyik jelölttel. Ez befolyásolta önt valamelyest? Nem. Már nem most döntöttem, és szerintem senki nem most dönti el. Mindenkinek a tudatában benn van már régóta, hogy kire fog szavazni. Hát ma 6 vagyunk, és van egy elnökünk, és a többi az tagok, és a szavazók képes személyek 315, és akkor ebből lesz urnás szavazó, és akkor este 7-ig itt leszünk. Hány százalékra számítunk itt a Horvátkuti városrészben? 40, 35-40, ha nem több szerintem. Önök még mindig a Tavi televíziót nézik. Az előbb láthattuk utolsó kis filmünket, ahol a városból emberek szólaltak meg. És itt van egy újabb vendégünk, Kisnél Molnár Ágnes, a 8. szavazókerületből. Hát először is gratulálni szeretnék az eredményhez. Ilyen eredményre, arányra számítottál? Hát az én körzetemben igen, a város többi körzetében nem. És hogyan valósultak meg az elvárt elképzelések? Hát én mégis nem kampányoltam, mert én 4 évig képviselő voltam, én úgy gondoltam, hogy az emberek látták az én munkámat, és annak meg lett most az eredménye. Legyen szíves, foglalj össze az egész frakció nevében, hogy mi történt. Hát az történt, hogy az emberek így döntöttek, és mi ezt elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk a város lakosságának a véleményét. Milyen rész, illetve egész feladatok várnak önre? Ugye továbbiakat nézve. Hát most még ugye először is feláll az új testület, nem tudom milyen bizottságokban kaphatok majd helyet, vagy arányában. Ez még mind ki fogja magát fordni, ki lesz az alpolgármester, de gondolom abban se nem biztos, hogy lesz beleszólásunk. Tehát majd adja magát a dolog. Én úgy gondolom, hogy én a 8-as körzettel fogok továbbra is foglalkozni, és Gyoltával. Tehát én teszem a dolgomat, mint ahogy eddig 4 éven keresztül is tettem. Önön kívül, hogyha jól tudom, kompenzációs listára még 2 kerültek a Fidesztől, szóval valamennyire még maradtak így akkor a testületben? Hát a kis Dörnyei László, aki eddig az alpolgármester volt, ugye ő már évek óta testületi tag, neki van gyakorlata is, akkor a dr. Horváth László, aki a jogi bizottságban volt eddig, neki is valamilyen szint, hát van gyakorlata, tehát eddig 3 vagyunk. Meg még majd a Jobbiktól. Hát de igazából most megmondom őszintén, nekem felborult az elméletem, hogy itt érték meg jobb oldal, bal oldal. Én úgy gondolom, hogy itt
nem tudom, mi történt az emberek fejében. Egyéniként ön egyedül tudott így bejutni nőként. Ezt hogyan tudta így megoldani, vagy úgy gondolja, hogy a nőiesség ebbe szerepet játszott esetleg? Nem hiszem. Az, hogy én nő vagyok, az igazából az egy dolog. Én nem vagyok se, tehát egy átlagos külsejű, közel 50 éves nő vagyok, tehát nem hiszem, hogy a nőiességem. Én úgy gondolom, hogy az elvégzett 4 évű munka köszönt vissza. Nem hinném, hogy én nő, mi voltam miért, de hogy is. És hogyan szeretné folytatni a további munkáját? Hát holnap szabadságon leszek, és megmondom őszintén, hogy most nekem az a legnagyobb problémám, hogy hétvégén fűnyírás volt, és hogy a csodába fogom a zsákokat kivinni, mert reggel jönnek a kollégáim 7 órakor, mert ugye holnap is fel kell a nap, tehát ugyanúgy kell menni tovább a dolgoknak. Este 6 órakor misére megyek, tehát kedden megyek dolgozni, várom az ügyfeleket, tehát én azt gondolom, hogy tesszük a dolgunkat tovább, és majd meglátjuk. A képviselőjelöltársaimnak is mind munkahelye van, szépen ők is dolgoznak, mennek tovább, tehát ennyi történt most. És a frakció munkáján hogy fog kinézni a jövővel kapcsolatban, vagy így a jövőben? Hát a frakció munkája, az még nem tudom, mert most pillanatnyilag 3 tagú frakcióról beszélünk. Hát majd, hogyha feláll. Hát ha feláll, akkor most még a végén, ha nem lesz szerencsém, én leszek a frakcióvezető. Hát, és akkor majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Miért gondolja, hogyha nem lesz szerencséje? Hát mert, tehát ez nem egy szerencsés feladat, vagy nem egy hálás feladat lenne. Miért nem? Azért, mert a másik 2 képviselőtársam, ugye, hogyha listán jut be, önnekik nem lesz körzetük. Tehát akkor még csinálni a frakcióvezetőséget, akkor közben nekem ugyanúgy ott lesz Gyóta, meg a többi utca, meg a városrész. Tehát azért az egész más, mint listás képviselőnek lenni. A több dolog lesz? Hát igen. Meg engem konkrétan meg tudnak keresni, akik mondjuk a Dózsa György utcából, Kaposvár utcából laknak. Tehát aki listán jut be, azért az egy kicsit lájtosabb. De neki nincs úgy konkrétan feladata, vagy nem az, hogy feladata, tehát nincs úgy dolga. És mit vár el önmagától a ciklusban? Hát azt várom el, hogy az 5 év alatt még Gyótán sok-sok program legyen, a város részen fejlődjön, az emberekkel továbbra is jó kapcsolatom legyen. De mi az, ami a legfontosabb, mondjuk? Hát most a legfontosabb, a kátyuárok feletti járdát szeretném, hogyha folytatnánk, hogy felújítjuk, akkor a Kaposvári utcában az árkolás nem jó. Tehát azért vannak dolgok, amiket kell folytatnunk. Például meg mik? Például most Gyótán 1 évben 2-szer van mise. Húsvétkor és karácsonykor. Most kitaláltam, hogy minden szentek alkalmával a Németh József atyával egy ilyen ige liturgiát beiktatunk. Tehát, hogy vannak ötleteim, akkor karácsonyi kirándulást tervezek a gyótaiaknak. Tehát vannak. Nagyon jó kis ötletek, úgy gondolom. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogyha jól hallom, akkor jön következő vendégünk. Fekete Lajos fog következni. Köszönöm szépen. Közben láthatunk egy újabb táblázatot az első számú egyéni választókerületről. Itt ugye Fekete Lajos nyert Marcella az Otthonunk Egyesülettől 46,52%-kal, második helyen végzett Szaka Zsolt Fidesz KDNP-től 40,87%-kal, és utolsó helyen végzett Barát István a Jobbiktól 12,61%-kal. Üdvözlöm, Lajos! Gratulálok a győzelemhez. Köszönöm szépen. Ilyen eredményre számítottál? Hát először is köszöntöm a televízió nézőket, és ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, akitől megkaptam ezt a bizalmat a választópolgároktól, és igyekszem majd a munkámmal meghálálni. Hogy ilyen eredményre számítottam, megmondom őszintén, valahol tudat alatt számítottam erre, de ez nagyon nagy győzelem, és valahol tudat alatt számítottam, és örülök neki nagyon, hogy így sikerült. Hogyan valósultak meg az elvárt elképzelések? Hát az elvárt elképzelések, hát túlteljesítettük a tervet. Én úgy érzem, hogy túlteljesítettük ezzel a 7 egyéni körzettel a tervet. Még egyszer mondom, csak örülni tudok neki, tehát semmi nem maradt olyan, amit úgymond váratlanul ért volna, mert mondom, számítottam én erre az eredményre, valahol tudat alatt. Tehát az ember soha nem meri kimondani, azért az emberben mindig legyen egy bizonyos szerénység, tehát nem akartam kimondani, de azért számítottam erre az eredményre.
Mit vár el saját magától a ciklusban? Saját magamtól nagyon sok helyen elmondtam a programomat, saját magamtól azt várom el, hogy megfelelően tudom képviselni azokat a választópolgárokat, akik megválasztottak. Mindössze csak ennyit, hogy megfelelően tudjam őket képviselni. Én úgy gondolom, hogy a egyéni képviselőt, akit egyéni körzetben választottak meg, önkormányzati képviselőt, ő neki az a feladata elsősorban, hogy az őt megválasztó választópolgárokat képviselje. Mondta itt a programját, hogy több helyen elhangzott már. Mik szerepelnek ebben a programban? A legfontosabb eleme, és ezt mindenek elé helyezném, hogy a megfelelő kommunikáció a választópolgárokkal. Tehát sajnos eddig semmiféle kommunikáció nem volt. Sokan azt se tudták, hogy ki az önkormányzati képviselőjük. Ezen szeretnék mindenhogyan változtatni. Bizei városrészben is, Marcaliban is elmondtam a programomat, a csapadék elvezetést, az úthálózat javításáig, a járdáknak a minőségének a javításáig nagyon sok teendő van a városrészben, és ezeket megpróbálom úgy megoldani, hogy a választóknak tényleg megfeleljek ezzel. Hasonló kérdéseket teszünk fel ugye mindenkinek, úgyhogy öntől is megkérdezem, hogy milyen konkrét rész, illetve egész feladatok várnak önre? Hát a rész meg az egész feladat, én, ahogy az előbb mondtam, tehát én úgy gondolom, hogy ez majd később fog kialakulni, de egy egyéni körzetben megválasztott képviselőtől mindenki azt várja, hogy megfelelően képviselje. Tehát azért kell ezt hangsúlyoznom, mert eddig ez a képviselet ez hiányzott. Tehát nekem az a legfőbb feladatom, hogy azokat a választópolgárokat képviseljem majd. Tehát ezt várom el magamtól, és ezt maximálisan szeretném teljesíteni. Ezt magától várja el, és mit vár a lakosságtól? A lakosságtól pusztán annyit, hogy a megfelelő együttműködés, tehát úgy gondolom, hogy több helyre el fogok menni, utcákra le fogom, körzetekre le fogom bontani a választókerületemet, és ott mindenkivel megpróbálok, mindenhol megpróbálok olyan embereket keresni, akik el tudják mondani a gondokat, és utána megpróbáljuk megoldani, és ebbe várok együttműködést a lakosságtól. Ha már itt az elvárásoknál tartunk, a polgármestertől mit várna el? Én úgy gondolom, hogy a polgármester úrral megfelelően együtt tudunk működni. Igazából ami a legfontosabb az értékeinknek, a meglévő értékeinknek a megőrzése. Nagyon sok minden van Marcaliban, csak ezeket az értékeket meg kell őrizni. Tehát ezeknek a megőrzése a legfontosabb, és ahogy a polgármester úr a programjában is mondta, a munkahelyteremtés az, ami még nagyon fontos Marcaliban. Mi lenne az a néhány vezérelv, ami alapján a város tovább működhetne? Hát igazából ez nem is kérdéses, mert a plakátjainkon is végig az, és ehhez is tartottuk magunkat, a tisztesség és szakértelem. Tehát úgy gondolom, hogy tisztességesen is a szakértő képviselőtestületet szeretnénk, és én ezt várom el magamtól is, és mindenkitől, aki bekerült a képviselőtestületbe. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. További sok sikert. Köszönöm szépen. Közben kapom itt az információt, hogy jön vissza Tamás. Mindjárt nézzünk még táblázatokat. Így van, az 5-ös számú egyéni választókerületet láthatjuk. Első helyen Hosszú András végzett, Marcelléz otthonunk egyesülettől, 54,55%-kal. Második helyen Kisdörnyei László Fidesz-KDNP-től 38,64%-kal, és utolsó helyen Tulman Zsolt a Jobbiktól 6,82%-kal végzett. Így van, és ha már Eliza beolvasta ezt az eredményt, akkor mindjárt bele is vághatunk, ugyanis következő vendégünk Hosszú András úr, aki ugye a 5-ös számú választókerület győztese. Már meg is érkezett hozzánk. Képviselő úr, jó estét kívánok! Kívánok! Gratulálunk a győzelemhez! Nagyon köszönöm! Lenne néhány kérdésünk itt a jövővel kapcsolatban, képviselő úr. Először azt szeretném kérdezni, hogy ilyen eredményre számított-e? Mennyiben jöttek az elvárások? Érdekes kérdés. Kicsit meglepődtem, amikor ilyen nagy arányú győzelmet adtam a alpolgármester, illetve a polgármester jelölttel szemben, de én azt gondolom, hogy a befektetett munka mindig meghozza a gyümölcsét, és aki végigjár a tisztességgel a választókerületét, kommunikál a választópolgárokkal, meghallgatja gondjukat, bajukat, megfelelően kampányol, kampánynak a fő üzenete, a szakértelme és a tisztesség, akkor azt gondolom, hogy legalább ilyen eredményt kell elérnie.
milyen feladatokat testálna magára? Hogy indult el ebbe az egész pályán ön? Milyen feladatokkal? Gyakorlatilag szeretném képviselni a Vásztó kerületemben lakók érdekeit, szeretném megoldani az ott felmerült problémákat, minden lakossági igényt kielégítve teljes körülön. Tudom, ez nagyon nehéz munka lesz, de megpróbálom a legjobb tudásom szerint végrehajtani és ellátni. Egy-két lakó, illetve körzetben lakó polgárra beszélgettem már a felmerült problémákról, egy nagy lajstrom gyűlt össze, amit tárolatban foglaltam, és minden évben szeretnék ebből egy-két dolgot megoldani, és remélhetőleg, hogy ez a megoldás, ez mindenkinek a szolgálja az igényét kisikerül elégíteni. Képviselő úr, bízik abban, hogy a különböző irányból, különböző szervezetektől, pártoktól bejutott képviselők fognak tudni majd zökkenőmentesen együtt dolgozni? Ugye ez egy örök kérdés a politika szinterén. Én azt gondolom, hogy ez kisorsa ahhoz, hogy a politika érvényesüljön, a nagy politika. Tehát mindenképpen elsődlegesen a helyi emberek érdekét kell figyelembe venni mindenek felett. Tehát itt például gondolnék a kórház esetére, amit azt gondolom, hogy egyöntetően kell majd képviselnünk, hogy itt állítsák helyre a rendet, állítsák helyre a megfelelő színvonalú szolgáltatást, és hát próbáljuk meg minél tágabbra nyitni a betegek, ellátandó betegeknek a körét. De azt gondolom, a Fidesz frakció is partnerünk lesz, hiszen a bejutott két képviselő, bocsánat, három, ugye, mert egy egyéniből és kettő kompenzációs listáról is alapvető érdekének gondolom a kórház helyzetét rendezni. Nagyjából ennyi. Milyen, számít-e valamilyen formában a lakosság konstruktivitására ebben a munkában? Lenne-e valami feladata a lakosságnak azon kívül, hogy X-el? A lakosságnak az lenne az elsődleges feladat, hogy egy kontroll biztosítson a választott képviselői számára. Tehát próbáljon velük kommunikálni, próbáljon információkat eljutatni hozzá, próbáljon meg olyan elképzeléseket összegyűjteni és eljuttatni, amit ő képviselhet. Tehát én szeretnék egy nagyon komoly társadalmi kapcsolatrendszert kiépíteni ebbe a választókörzetben. Szeretnék a civil szervezetekkel napi szintű kommunikációs csatornákat létrehozni, hogy az igényeket, a felmerült igényeket és a problémákat eljuthassák hozzám, amit én a testületben akár meg tudok oldani, és azt gondolom képes is leszek megoldani. A képviselőktől korábban is megkérdeztük, öntől is ezzel, önnel is ezzel zárnám a beszélgetést, ezzel a kérdéssel, ha néhány gondolatot, eszmét meg szeretne fogalmazni, lehet akár konkrétumokat is mondani, mi lenne az a néhány vezérelv, ami szeretné, hogy az ön politikai tevékenységét végig kísérje? A vezérelv, én inkább itt arra a kérdésre utalnék vissza, amit feltett ön a korábbi képviselőtársaimnak, korábbiban itt jelenlő képviselőtársaimnak, hogy mit várok a polgármestertől. Azt gondolom, hogy a frakciózásnak most van itt a legnagyobb szerepe, hiszen eddig kisebbségben nem tudtuk az érdekeinket megfelelően érvényesíteni, és tudtunk volna olyan mondatok mögé bújni, hogy ez nem a mi felelősségünk, hiszen nem mi döntöttünk. Ilyentől fogva már nincs lehetőségünk elbújni bizonyos célok mögé, bizonyos eszközök mögé, hanem nekünk kell igenis felvállalnunk a kellemes és a kellemetlen problémák megoldását is. Ilyentől fogva nem tudunk politikát tenni ebbe a helyi munkába, hanem csak is a Marcoltunk Egyesület képviselőként, és a marcali emberek, hiszen látjuk, hogy milyen arányban győztünk, marci emberek képviselőként kell itt működnünk, és mindenféle politikai érdeket félretenni. Tehát itt azt gondolom a frakciózásnak óriási szerepe lesz, a közös elveket érvényesítendő. Tehát ha van egy probléma, akkor azt gondolom, hogy ha addig kell tárgyalni, addig kell ütni, addig kell alakítani, még mind a frakcióban lévő emberek nem ugyanazon gondolatmenetek, mert szavazzák meg. Tehát ez egy óriási felelősség, és a polgármester úrra hárul ez a felelősség, de hát állunk elébe. Ezt gondolom, hogy neki nagyon nehéz szerepe lesz, hiszen ahány ember van, annyi vélemény, ahány térség, ugye annyi probléma, de biztos vagyok benne, hogy sikerül egy ilyen megfelelő vezetővel ezt a problémát megoldani, a frakción belül is egy álláspont mögé állni és úgy szavazni egyes kérdések esetében. Képviselő úr, hát a magam részéről csak sok sikert és sok szerencsét tudok kívánni ez a munkához. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt.
további jó egészséget kívánok. Én köszönöm szépen kedvességet. Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat. Hosszú Andrást, az 5-ös számú választókörzet képviselőjét hallottuk, és ha minden igaz, akkor még van egy vendégünk, Kesztyűs Attila urat várjuk még a stúdióba, aki a Jobbik részéről a 6-os számú választókörzetből jutott be. Meg is érkezett. Képviselő úr, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gratulálunk a győzelemhez! Hát, köszönjük szépen! Áttértünk egy nagyon-nagyon komoly határt Marcaliban. Erre vonatkozna az első kérdésem. Számítottak az eredményre? Erre minimum számítottunk volna kicsit többre is, de hát sajnos ennyire tellett, és ezért is úgy meg vagyunk elégedve, hogy beértünk legalább Marcaliban olyan szinten, hogy elhiszik az emberek, hogy tenni szeretnénk. Milyen feladatokat testán a saját magára a testületben? Mi az, amit ön magára vállalna, hogy szeretné, hogyha teljesülnének? Hát mindenképp a városnak az életét kéne megmenteni, mert sajnos egy elnéptelenedő városban élünk, ami nem felfelé tart jelenleg, és ezért kellene nekünk odafigyelni azokra a dolgokra, ami az egészségügyi intézményeket és a megmenteni és a munkahelyek teremtése az a legfontosabb, és a közösséget végre úgy összeszervezni Marcaliban, hogy egy erős életképes város legyen. Önnek megyei funkciója is van, ugye? Igen. Hogy fogja tudni összehangolni a kettőt, illetve hol, milyen pontokon találkozhat a két tevékenység, a városi, illetve a megyei tevékenység? Én úgy gondolom, hogy azáltal, hogy a megyei közgyűlésben is ott tudok tevékenykedni, ezért a Marcaliért még többet tudunk majd tenni, mint hogyha csak helyben maradnék, vagy pedig ott lennék a megyén. Úgy gondolom, hogy úgy, hogy mindkét helyen ott tudok együtt egyszerre dolgozni, mindenképp azt tartom fontosnak, hogy innétől úgy tudom, hogy együtt ezt a két dolgot csinálni, hogy Marcaliért sokkal, de sokkal többet tudunk tenni, mint hogyha nem lenne ez a helyzet. Bízik abban, hogy a több irányból bejutott képviselők majd fognak tudni zökkenőmentesen együtt dolgozni a testületben? Hát én úgy gondolom, hogy mivel kialakult a testületben egy többség, ezért muszáj lesz együtt dolgozni mindenkinek. Én úgy gondolom, hogy soha nem állítottunk olyat, hogy csak ide vagy csak oda kell szavazni. Mindig azt mondtam, hogy azzal kell együtt dolgozni, aki a várost vezeti, és ezért mindent meg kell tenni, mert egyetlen egy fontos dolog van az, hogy a városunk előre jusson. Megkérdeztem a többi vendégünktől is ma este folyamán, önnek is felteszem a kérdést, hogy a város lakosságának ön szerint hol van konstruktivitási feladat ebbe a dologba, tehát miben tud hozzájárulni az önök politikai tevékenységéhez? Hát elsősorban az, hogy megkeressenek bennünket, és hogyha van egy olyan ötlet, akkor ami életképes, biztos, hogy meg fogunk tenni mindent azért, hogy ezt átfigyük, és ha kell, akkor a föld alól is szerezünk hozzá támogatást, pénzt, és ezzel akár az ördöggel is kell ezért cimborálnunk és beszélni azért, hogy tudjunk valamit tenni azért, hogy működjön a város. Képviselő úr, még egy utolsó kérdést engedjen meg, hogyha néhány vezérelvet, néhány vezérgondolatot meg kellene fogalmazni, nyilvánvalóan a Jobbikkal egyetértésben, akkor mit lennének azok, akár konkrétumok is, amik szeretné, hogy az ön politikai pályát a jövőben kísérné? Hát mindenképpen az elsődleges az, hogy a városnak az életképessége megmaradjon, az egészségügy, ami én úgy gondolom, hogy Marcaliban nagyon-nagyon problémás, ezért kell megtenni mindent, hogy ez jó legyen, és hogy ne kelljen elrohanni egy sürgős esetben kisgyerekkel, akár Kaposvárra, akár Keszthelyre, hogy legyen egy olyan gyógyszertár, ami éjjel-nappal nyitva van, és ezért sem kelljen elmenni, hogy a közbiztonságot, azt, ami sajnos jelenleg Marcaliban kisváros létére elég sok probléma van ezzel, és ezen segíteni kell, a civileket összefogva a polgárőrséget, a rendőrséget azért, hogy valóban biztonságban éljünk itt, és ne az legyen, hogy bizonyos bűnözői csoportok félelemben tartják a várost. A polgármestertől mit várnak el? A polgármester úrtól azt várjuk el, hogy találja meg azt az utat a kormányzat felé, még így ellenzékből is, hogy igenis tudjon a városnak támogatást szerezni, és mindenkinek ez lesz a feladata, hogy őt ebben támogassuk. És valóban nem szabad nézni azt, hogy ki hová tartozik. Az első szempont mindig az legyen, hogy előre tudjunk menni és tenni a városért. És ha a polgármester úrnak ezért a lábát le kell járni, akkor legyen ebben része. Képviselő úr, a magam részéről sok szerencsét, sok munkát, sok jó munkát és sok eredményt kívánok. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt, és még egyszer sok sikert kívánok. Én köszönöm. Köszönjük szépen.
Kesztyűs Attilát hallhatták, a 6-os számú választókerületből bekerült képviselőt, és ha minden igaz, akkor újból eredményeket fogunk látni, és hát igazából most már ugye ismételünk, mert gyakorlatilag az eredmények beérkeztek, és akkor kezdenénk is, ha jól látom, akkor szerencsénk lesz, közben Eliza visszajött a stúdióba. Hello Eliza! Hello! Így van, kérjük szépen még egyszer a Marcali 2-es számú választókerületet látjuk most, ahol is... Laskai Péter nyert a Fidesz-KDNP-től 46,36%-kal. Jaj, bocsánat, rosszul mondtam, még egyszer. Mészáros Géza nyert Marcali az Otthonunk Egyesülettől 47,1%-kal, és második lett Laskai Péter a Fidesz-KDNP-től 46,36%-kal, és harmadik helyen Havasi Attila végzett a Jobbiktól 6,54%-kal. Kedves nézők, hadd vegyem védelmembe Elizát, ez a kis tévedés csak azért volt, mert annyira szorosak az eredmények, annyira közel vannak a diagramok egymáshoz, hogy nagyon nehéz látni ezeket a fél százalék, egy százaléknyi különbségeket. Várjuk a következő választó kerület eredményeit. Azt mondja, hogy Marcali 3-as számú választókerület. Hát itt egyértelműbb a különbség, 57,63%-a Körösi András, a Motte részéről, második helyen 33,9%-kal Varjaskéri József a Fidesz-KDNP részéről, és harmadik pedig 8,47%-kal Tombor Kinga a Jobbiktól. Ez tehát a hármas választókerület. Megyünk tovább, következik a négyes. Eliza, mit látunk? Mindjárt, perceken belül kiderül, itt is van. A négyes számú választókörzetben dr. Sütő László nyert ugye a Mottétól, hát elsőprő győzelemmel szerintem mondhatjuk, 60,91%-kal. Második helyen Németh Ferencné végzett a Fidesz-KDNP-től 30,55%-kal. Harmadik helyen pedig Jáki Benedek a Jobbiktól 8,55%-kal. Így van, most hirtelen nem néztem statisztikát, de azért ez lelőfordult, hogy az egyik legnagyobb arányú győzelem a mai este folyamán. Úgy gondolom, igen. Következik az 5-ös számú választókerület. 54,55%-kal Hosszú András nyerte meg a szavazást, Motte részéről. Második helyen Kisdőnyei László végzett a Fidesz-KDNP-től 38,64%-kal, és szintén a jobbikos képviselő Tulman Zsolt lett itt is a harmadik. 6,82, Eliza, jól látom? Igen, 6,82%. Így van, 6,82%-kal. Mindjárt megyünk is tovább. Itt is van, a következő a 6-os számú választókörzet, itt 43,84%-kal Varga Zoltán nyert a Mottétől, második helyen Molnár Zsolt végzett Fidesz-KDNP-től 39,25%-kal, harmadik helyen pedig Kesztyűs Attila a Jobbiktól 16,91%-kal. Így van, megyünk tovább, jönnek folyamatosan az eredmények, 7-es számú egyéni választókerület. Hát itt is nagyon kicsi a különbség, úgyhogy kicsit meregetni kell a szemünket, de Mozsárné Kutor Veronika, ugye, aki vendégünk is volt, Motte, 46,56%, közvetlen utána 45,19%-el Kis Kálmán, Fidesz-KDNP részéről, és Horváth Szabó János a Jobbiktól a szavazatok 8,25%-át szerezte meg. Várjuk, mi lesz a következő eredmény. Meg is van, 8. számú választókörzet. Itt 50,11%-kal Kisné Molnár Ágnes a Fidesz-KDNP-től nyert, 38,8%-kal Bőszné Kis Katalin a Mottétől, és harmadik helyen Molnár Péter végzett a Jobbiktól 11,9%-kal. Így van, ez volt tehát a 8-as számú körzet. Na, várjuk a következőket, így van. Polgármester jelöltek, Marcali. Dr. Sütő László, aki ugye vendégünk is volt az este folyamán, Motte 56,65%-kal, tehát Dr. Sütő László folytatja a polgármesteri munkáját, és második helyen pedig 43,35%-kal Kisdörnyei László a Fidesz-KDNP részéről. Én azt gondolom, Eliza, hogy minden fontos eredményt elmondtunk, bemondtunk. Szerintem is végigmentünk a választókörzeteken szépen sorjában. Én remélem, hogy a kedves nézőknek is jó szórakozást, illetve egy izgalmas és mozgalmas estét tudtunk okozni. Hát én is remélem, okozni. Hogy a kis filmekkel is azért szerintem így változatos volt a program. És hát ahogy ígértük, természetesen elég sok interjú alanyunk volt. Itt volt gyakorlatilag a győztesek túlnyomó része, vagy talán mindenki is. És polgármester is itt volt. Így van, az utca emberét is meg tudtuk szólaltatni. Kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy velünk voltak az elmúlt
hát több mint 2 órában ezen a mozgalmas estén. Legközelebb is válasszák a TAVI televíziót. Köszönjük szépen a figyelmüket. Viszontlátásra.